És akkor üdvözlünk mindenkit a Space Junkie YouTube csatornán. Visszatértünk egy nagyon érdekes adással, már nagyon-nagyon-nagyon régóta tervezzük egyébként ezt a témát is, és hát ez a felállás sem lesz egy hétköznapi felállás, és tudom jól, hogy nagyon sokan a nézőink közül egyébként már egyrészt Gábort nagyon sokan szeretitek, másrészt ugye Lacit nagyon régóta kéritek, hogy szóljunk már, legyen itt, hívjuk meg, és hogy szervezünk egy beszélgetést, és hát örömmel tudom jelenteni, hogy végre ez az a nap, amikor sikerült összehozni ezt a beszélgetést, úgyhogy hihetetlenül várom én is. Énnek is nekem van egy ilyen érzésem, hogy a nézők nagy része is. Legyen az élő adásban itt lévő nézők, vagy pedig majd utólag felvételről esetleg valószínű többen így fogjátok megnézni az adást. De közben úgy látom, hogy megjött a visszajelzés, minden zöld, legalábbis az én részemről. Úgyhogy akkor hát üdvözlöm a vendégeket. Én azt mondom, hogy kezdeném Lacival. Szervusz, Laci, örülünk, hogy eleget tettél. Sziasztok, nézők! Most úgy látom éppen 162-en. Sziasztok mind a 162-en élőn, és aztán majd 20 000-en a rívban. Hello! Aki nem tudná egyébként, Kis Laci Széchenyi díjas csillagász. A Csillagászati és Földtudományi Egyetem, Földtudományi Kutatóközpont, bocsánat, főigazgatója. Persze, hogy ez már szerintem a védjegyem lesz, hogy nem tudok senkit normálisan bemutatni, úgyhogy elnézést kérek érte. Szóval igen, Laci egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ismert és nagyon-nagyon felkapott tudományos kommunikátor, és hát szerintem nagyon sokan szeretik pontosan a stílusom miatt, és hát ezért is hívtunk mi is meg téged, mert egyszerűen a mondandód is, ahogy mondod, a lelkesedés, ez mindenképpen átsüt a képernyőn keresztül. Úgyhogy még egyszer köszönöm. Köszönöm a meghívást, és csak remélni merem, hogy a várakozásoknak legalább felejében sikerül hát helytállni. Én nekem nagyon efelől nincsen kétségem egyáltalán. A másik vendégünk pedig, hát Gábort már szerintem ismertek, Bihari Gábor, ő már többször itt volt velünk. Szervusz Gábor, mi újságon, hogy vagy? Sziasztok! Jól vagyok, és én is örülök, hogy Lacival beszélgethetünk végre, ugye a nagy mesélő csillagásszal. Én is várom az adást. Szuper lesz. Tehát, hogy sokat fogok hallgatni, hogy hagyjam beszélni Lacit. Kölcsönösen fogjuk majd egymást megtámasztani. Szuper lesz. Szuper lesz. Aki egyébként nem tudná, és szerintem sokszor elszalasztottam ezt a dolgot egyébként, Gábor atommagfizikus és űrkutató, de hát ugye már nagyon sokan ismeretitek, ugye beszélt nekünk holdbázis építésről, marsbázis építésről, volt egy külön ezeket a témákat átfogó kérdéses műsorunk, és legutoljára az űrkutatás jövőjéről volt egy röpken 4 óra 20 perces adásunk, úgyhogy... úgyhogy abszolút, szerintem mindenki szereti. Na, de akkor szerintem kezdjünk is bele. Miért gyűltünk itt össze, kedves híveim az űrben, ahogy ezt szoktam mostanában már mondani? Földön kívüli élet. Ez azért szerintem egy olyan téma, ami én nem tudom, hogy... Tehát ehhez lehet-e úgy állni, hogy valakit ez nem érdekel? Tehát eleve az, hogy alakult ki az élet, hogy kerültünk mi ide, ha egyáltalán ide kerültünk, hogy fejlődtünk ki, hogy jött létre intelligens élet. Ez egy rettentően érdekes téma, úgyhogy ezt próbáljuk meg körbejárni. Én azt mondom, hogy kezdjük akkor, ahogy megbeszéltük, hogy kezdődhet az élet? Tehát kialakulhat-e szerintetek az élet magától? Egyszerűen, hogyha a megfelelő elemek, a megfelelő körülmények, a megfelelő helyen, ez elindulhat-e szerintetek? Szerintem kezdjük ezzel a beszélgetést. Laci, mi vagy te vagy az új vendég, én azt mondom, hogy kezdjük akkor veled. Mindenképpen mindig szólítsál szerintem, hogy ne egymás szavába vágjunk, azt szerintem, ha te ottan úgy leszel a karmester, aki na, te. Szóval a helyzet az, hogy mikor kezdődött a Földön az élet, én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek a kérdésnek a alapreferencia műve egy Moisés et al. 1998 Nature cikkök, egy geokémikus, aki jelenleg a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak a kutató professzora immáron második éve, aki pontosan itt nálunk is azzal foglalkozik, hogy az élet legkorábbi jeleit kutatja ősi sziklákból. Főleg Ausztráliában szokta a sziklákat kapirgálni, aztán megállapítja a korukat, és aztán mindenféle izotóp összetételeket próbál kihozni belőle, amire azt mondja, na ez itt az életnek a korai jelei, és a lényeg az, hogy ez az ő általa fémjelzett 25 éves cikk, az azt mondja, hogy 3,7-3,8 milliárd évvel ezelőtt már
voltak primitív életformák a Földön, ami ugye azt mondja, hogy nagyjából 700 millió év alatt, pár száz, nagyjából fél milliárd év alatt kialakult a dolog. Ugye 4,5 milliárd éves a naprendszer, 4500 millió éves maga a Földünk a nappal együtt, és akkor 3800-tól 4500 az első 700 millióban már a geokémikusok azt mondják, hogy kialakult. És akkor ez így azt sugallja, hogy ez egy nagyon gyors folyamat. Bármennyire is szeretik az emberek azt hinni, hogy ez egy nagyon nehezen összeálló dolog. Itt a Földön olybá tűnik, hogy ez egy gyorsan lejátszódott folyamat volt. Én nem tudom, hogy ez igaz-e általában. Ugye mindaddig, amíg egyetlen mintánk van itt, ami Földünk, addig bármit mondhatunk, meg bárminek az ellentétét is mondhatjuk, mert egy objektum, egy kísérlet, az még nem kísérlet. De minden esetre az, hogy a Földön már nagyon korai időszakban kimutathatók az erre utaló jelek, azt sugallja, hogy nem kell hozzá nagyon speciális dolog. És amikor Didier Queloz, a Nobel-díjas csillagász idén májusban itt volt Budapesten, a Akadémia közgyűlésén, és tartott egy nagyon jó előadást a exobolygókról, és akkor ott tett egy olyan kijelentést, amihez aztán később, ott, ami miatt aztán később oda is jöttek hozzám ilyen akadémikus urak, hölgyek, urak, hogy jaj, Laci, hát azért nem biztos, hogy ez olyan egyszerű. Szóval azt mondta, hogy mivel a fizika és a kémia törvényei ugyanúgy működnek mindenütt, ezért az élet is ugyanúgy kialakul mindenütt, ahol a feltételek adottak hozzá. Szóval ez egy olyan, mondjuk így az, hogy a hitvilágnak egy szélsőséges spektrum helyzete, ami az abszolút ultra, über optimista az élet, a földihez hasonló élet kialakulása kapcsán. Én nem tekintem magamat ennyire über optimistának, én őszintén bevallom, hogy nem tudom. De a Földnek a példája mutatja azt, hogy legalább egy helyen képes volt az élet kialakulni. És azt pedig kétségkívül igaz, hogy minden csillagászati megfigyelés azt mutatja, hogy a fizika és a kémia törvényei mindenütt ugyanúgy működnek. Hogy aztán a biológia is ugyanúgy működik-e mindenütt, ezt majd az idők meg fogják mutatni. Még annyit még záró gondolatként így az első blokkhoz, vagy első mikroblokkocskánkhoz, hogy én a mai este folyamán, amikor életről beszélek, akkor a földi típusú életre gondolok. Tehát nem a gondolkodó sziklákra, bár azok is vicces lények. Én el tudom képzelni, hogy vannak gondolkodó sziklák, amelyek 50 ezer évig élnek, ilyen pszichés hullámokkal kommunikálnak, csatolt parcellás differenciális egyenleti rendszereket oldanak meg, és 1000 évente odébb mennek 20 centit, tehát lehet, hogy ilyenek vannak. Én már el is képzeltem, tehát el lehet képzelni, hogy vannak ilyenek, hiszen már el is képzeltem őket, de ezekről nem tudjuk az, hogy hogy néznek ki. És én a mai este megfelelő csillagász székében ülve azt mondom, hogy én a földi típusú életről tudom azt, hogy most, vagy akár fél milliárd év ezelőtt, hogy nézett ki. Én az ilyen jeleket szeretném látni a csillagászati távérzékelésbe. Úgyhogy nekem az élet rövidítve a földi típusú élet a mai este folyamán, de persze beszélgethetünk később a nem földi típusú életről is. Na, talán indításként ebből a sarokból ennyi éppen elég is. Gábor? Hogy is mondjam, próbáltam így közben megjegyezni, hogy hú, tényleg ez is érdekes, az is érdekes, amiről így Laci beszél. És én is pont erre gondoltam, hogy ugye az a helyzet, hogy ugye ha az ember tudományt művel, akkor ugye próbálja úgy csinálni a dolgokat, hogy ugye minél több bizonyítékot találni, de ugye tényleg arról van szó, hogy egyelőre egyetlen helyen ismerünk életet, ugye ez a Föld, a saját bolygónk. És akkor így tippelgetünk, hogy esetleg hol alakulhatott még ki élet, mondjuk akár a naprendszerben, akár a naprendszeren kívül, de biztosan csak egyet tudunk egyelőre, tehát egyébként pont ez az egyik nagyon fontos része ugye az űrkutatásnak, csillagászatnak, hogy na, akkor találjunk esetleg máshol valamilyen példát, hogyha esetleg valahol bármilyen példát találunk, akkor tudjuk azt mondani, hogy na, akkor mondjuk a szén alapú élet az mondjuk könnyen kialakul. De egyébként valóban így van, hogy viszonylag hamar kialakult ugye a Föld keletkezése után az élet, és még azt sem biztos, hogy egyébként majd ugye erről lesz szó később, hogy a földi élet a Földön alakult ki, lehet, hogy nem a Földön, de viszonylag hamar már ugye a körülmények, hogyha adottak, akkor ugye akkor elkezd búrjánzani az élet, tehát úgy tűnik, hogy egész jó esélyei vannak az életnek,
hogyha megfelelők a körülmények. Ugye az is kérdés, hogy mik ezek a megfelelő körülmények, mert ugye ahogy Laci mondta, ugye lehet, hogy van ilyen, hogy szilícium alapú élet, mondjuk legalábbis azt hiszem, hogy arra gondoltam, amikor a nagyon-nagyon lassan mozgó kövekről beszélt, akik parciális differenciát egyenleget oldanak, nem tudom, így valamilyen szellemi úton kommunikálva. De alapvetően ugye a szénapú élet az, amikor életre gondol, tehát lehet, hogy vannak ilyen egzotikus dolgok, de hát amikor életet keresünk, akkor általában azért a szénapú életet keresünk, de azt nem feltétlenül mindenütt ugyanolyan. Tehát, hogy csak egy példát mondjuk, ugye volt ez az Avatar című film, és akkor ott például a levegő az ugye belélegezhetetlen volt az emberek számára. Tehát elképzelhető, hogy azért a biokémia azért picit máshogy alakul más körülmények között, tehát az, hogy mondjuk mik a kedvező feltételek az élet kialakuláshoz, az sem teljesen egyértelmű. És egyébként nem tudom, térjünk rá a molekulákra? Rátérhetünk. Molekuláktól hogyan? Én csak mielőtt azt abba belemegyünk egy picit, tehát én abszolút a laikus oldalt képviselem itt ebben a beszélgetésben, és ami számomra sosem volt egyébként egyértelmű, és nem tudom, hogy a tudománynak van erre válasza, hogy a szervetlenből hogy alakul ki az első, tehát az a lépés. Tehát arra megtaláltuk már a választ egészen pontosan, hogy ott vannak a vegyületek, és akkor egyszer csak az ott elkezd mozogni, és akkor elkezd. Ugye most itt a hétvégén pont a csillagászat.hu weblapunkon egy hírt megjelentettem, amit Pál Bernadett fordította arról, hogy a híres Miller-Urey kísérletbe a aminósavakat hogyan gyártott villámok segítségével zárt térbe, metángázból, meg akármiből. Ezt a japán csoport azt nézegette meg, hogy valójában nem volt annyi metán, mint amennyi az eredeti kísérletben volt 70 évvel ezelőtt. És azt arra jutottak, hogy protonbombázással, amit úgy lehet a naprendszerbe elképzelni, hogy a napszél, a fiatal aktív nap, amikor kitör nagyokat, kiröppel magából rengeteg töltött részecskét, annak nagy része proton. Tehát protonbombázásra csináltak ilyen laboratóriumi kísérletet, hogy sokkal kisebb metán tartalom mellett, simán nitrogénbű, oxigénbű tudtak primitív aminosavakat létrehozni. Tehát ugye az élet legősibb építőkövei, azok az aminosavak, amikből aztán a bonyolultabb fehérjék, meg a mindenféle kócnyavaja fölépül. Az például lehet, hogy a fiatal napunknak a aktivitása miatt sokkal könnyebben kialakulhatott külső besugárzás hatására, mint a földi légkörbe csapkodó istennyiláknak a nyomán. Úgyhogy ez nekem egy olyan szempontból érdekes hír volt, vagy érdekes friss eredmény volt, hogy amikor beszélgetünk, már később fogunk beszélgetni a vörös törpe csillagoknak a bolygóiról, remélem, hogy fogunk róla is beszélni, ott nagyon sokszor azt mondják, hogy a vörös törpék azok pocsékak, mert állandóan flereznek, és kitöréseket mutatnak, és perzselik a bolygójukat. Lehet, hogy pont az a perzselés kell ahhoz, hogy az élet képes legyen kialakulni. De az biztos, hogy az aminósavak mondják azt a biokémiához, hogy hangya fülnyit is értők, hogy azok, amiket legelőször össze kell rakni, hogy aztán meg az aminósavakból hogy jönnek létre először, a RNS-ek, aztán a ja Istenem, ahhoz azt hiszem, senki nem tudja, de mindegy, hagyom Gábort is dumálni. Gábor, ugye készültél molekulákkal is, ugye? Igen, egyébként igen, vannak ezek a most lebuktunk, ugye, igen, ott az egy másik mappában vannak a molekulák. Egyébként ez amit kérdezni akartál, hogy ugye hol van az az átmenet, hogy na, akkor kezdünk molekulákkal, és akkor egyre nagyobb molekulák, és akkor mi az, ami már élőnek nevezhető, és hogy van-e ott valami plusz, tehát ahol, hát nem tudom, ezt lehet, hogy inkább teológusokra hagyom, hogy nem is tudom, van-e Isten, vagy nincs, tehát én ez kicsi vagyok, hogy beleszóljak, megvan a véleményem, úgyhogy egyébként ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a molekuláktól hogy jutunk el odáig, hogy valami, ami élőnek nevezhető. Azt hiszem Asimovnak volt egy ilyen tudományos könyve, az nagyon jó kis könyv volt, a Hold tragédiája, és abban például erről tárgyalt, hogy a új táj meg egyébként ennél a képnél. Tehát arról tárgyalt, hogy a vírus az élő-e vagy nem.
Mert hogy tulajdonképpen vírusokat ki lehet kristályosítani, tehát lehet olyan kristályt csinálni, hogy a rácspontokban vírusok ülnek, viszont hogyha olyan helyre kerül a vírus, akkor határozottan élőnek mutatkozik, tehát hogy na hát ez a pont, ahol nehéz eldönteni, amikor a vírus, vagy egy hosszabb RNS molekula az éle, mert vannak ilyen nagyon egyszerű, primitív valamik, a viroidok, amik azt hiszem ilyen 2000 bázispárból állnak, és hát gyakorlatilag jóformán atomokból ezt fel lehet építeni, de tulajdonképpen élőnek tekintendők, mert betegséget okoznak a növények, és szaporodnak, és a többi. És ennél a molekulánál azért érdemes megállni, hogyha megnézitek, akkor ugyanannyi fekete van benne, mint zöld, meg fehér. Ez az adenin nevű molekula, és tulajdonképpen ez a ugye a fekete szénmolekulák, a kék szénatomok, kék nitrogénatom és fehér hidrogénatomok ugyanannyian vannak benne, tehát ez tulajdonképpen a hidrogéncianidnak, ami egyébként egy mérgező dolog most per pillanat, tehát a bonyolult élet számára alapvetően egy mérgező dolog, de a Föld ős légkörében, vagy ki tudja melyik bolygó ős légkörében ott jelen volt, és ennek az öt ilyen hidrogéncianid molekula össze, akkor létrejön ez az adenin molekula. De az azért érdekes, mert ez a legfontosabb molekula az élőlények számára. Tehát ez egyrészt az RNS-nek és a DNS-nek is az egyik építőköve. Másrészt, hát nagyon sok más funkciója van még ugye az élő szervezetekben, de például, hogyha ugrasz egyet, akkor lesz egy olyan az adenozin, amikor egy ilyen... Igen, na itt az érdekes, hogy igen, ez pedig cukor, és látszik a színekből, hogy ez valami más. Tehát ez egy nehéz kérdés egyébként, mert az RNS és a DNS így van, tehát itt látszik, hogy mintha két különböző dologból rakták volna össze. Tehát az egyik ilyen nitrogénes, úgy mondjuk, hogy az ilyen redukáló környezetben jönne létre, a másik fél pedig egy cukormolekula, ami tulajdonképpen hát, ha nem is oxidáló környezetben, de mondjuk fotoszintézissel jön létre. És az első élőlények valószínűleg nem fotoszintetizáltak, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, ami lehet rágódni, hogy ő ugye, tehát ez az adenozin, ő már tulajdonképpen az RNS-nek és a DNS-nek az az építőköve, ami már láncba tud állni, ugye, tehát a piros golyókkal tarkított cukormolekulánál alakul ki az óriás molekula gerince, de olyan, minthogyha ez két különböző környezetből jött volna össze. Tehát ugye ezért is van ilyen filozófiai háttere ennek a dolognak, hogy lehet, hogy a Föld nem, illetve, hogy az élet nem feltétlenül a Földön, tehát hogy nehéz megválaszolni a kérdést, hogy hol jött létre, vagy egy helyen jött létre. Ugye ez már az adenozin trifoszfát, ami pedig a sejteknek az energiaellátását biztosítja. Tehát ez az adenin nevű molekula, ez azt lehet mondani, hogy ha létezik olyan molekula, ami a legalapvetőbb az élet szempontjából, akkor ez az adenin, mert ugye nagyon sok funkciója van az élőlények, az élő szervezetekben, és nem csak a bonyolultabb szervezetekben, hanem a legegyszerűbbekben is ugyanezeket a funkciókat ellátja. Hát ez egy érdekes kérdés, hogyha így ránézünk, akkor lehet, hogy az első óriás molekulák, azok nem DNS vagy RNS molekulák voltak, hanem valami más volt a láncnak a gerince. Tehát nem az a piros golyós cukormolekula, hanem valami más. Ez egy nagyon érdekes téma egyébként. Legalábbis engem nagyon érdekel, hogy mi lehetett az RNS előtt. Mert ugye a Földön a legegyszerűbb dolog, amit talán élőnek lehet tekinteni, mondjuk egy RNS molekula, mondjuk ami mondjuk egy tokot rak magára, akkor ő egy vírus. De elképzelhető, hogy a legelső ilyen óriás láncmolekulák, azok nem ilyenek voltak, tehát hogy a váz az valami más volt. És még az is lehet pont ezért, hogy nem feltétlenül a Földön alakult ki. De nehéz megmondani, hogy a Földön milyen körülmények voltak. Ez viszont már inkább Lacinak a témája, hogy
Hogy... Hát ugye időgép nélkül elég nehéz ezeket a kérdéseket vizsgálni. Marad az összehasonlító planetológia, vagy az összehasonlító asztrobiológia, hogyha találunk másik helyen. Én közben a komment folyamban beírtam azt, hogy az MTA Hunak a vezető anyaga most éppen Szatmári Őrségnek egy friss eredmény, ami pont az ilyen élő elősejteknek a kialakulását a Nature Chemistry nevű labba publikált eredményeken keresztül hát diskutálták, érdemes majd a Mikor már abba hagyjuk a dumát, utána oda menni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia honlapjának a vezető anyaga, az pont erről a kérdésű szó, hogy az élősejt, az elősejt, az élő elősejt. Én a Marsra ezért szeretek fókuszálni, amikor ilyen témákba tartok előadásokat, mert hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a legjobb planetológiai értés szerint, pont akkor, amikor a Földön már voltak ezek a primitív geokémikusok által kimutatott kőzetekben ilyen életaktivitásra jelző jelek, vagy az arra mutató jelek, akkoriban a Mars az legalább ugyanolyan jó volt az élet szempontjából, mint a Föld. Sőt, még igazából jobb is volt, mert kicsit messzebb volt a naptól, sűrűbb volt a légköre, volt folyékony víz a felszínén, és ugye ahol a Perseverance is most ugye guringázik, az egy olyan agyagos környezet, ami valahogy úgy nézhetett ki olyan 3,6-3,8 milliárd éve ezelőtt, mint a Duna Delta torkolata mostanában. Egy ilyen nagy folyik a víz, mit tudom, ilyen sáros vacak. Ha valahol kialakulhatott élet a Marson, akkor ahol a Perseverance gyűjtögeti a mintáit, az egy olyan környezet. És ha ott is kialakult, akkor olyan az a logika, hogy igen, akár mi lehetünk a Mars lakók, hiszen ahogy most is közlekednek kődarabok a Mars és a Föld között, úgy a korai időszakban is közlekedtek kődarabok, meg akármilyen más darabok. Másrészt meg az a gondolatmenet is bekapcsolt, hogy az élet az univerzumban, aznak a számossága az úgy néz ki, hogy 1-2 végtelen. Hiszen ha már van két helyen, igen, akkor már hozzá tudunk rendelni az élethez valamilyen kialakulási valószínűséget, jelenleg erről semmit nem tudunk, a 0 és a 100% között bármilyen szám, végtelen számosságú szám van 0 és 1 között, bármelyik lehet a jó válasz, de ha már kettő helyen van, ha már van két független helyen, vagy relatíve független helyen mintánk, akkor már valamiféle kialakulási valószínűséget hozzá tudunk rendelni, és akkor felszorozzuk az összes csillag összes bolygójának a számával a dolgokat, nyilván leszűkítve a naphoz hasonló, mindent leszűkítünk, még akkor is egy bazi nagy számhoz jutunk, hogy hány földhöz hasonló kőzetbolygó van akárcsak itt a tejútrendszerben, és akkor ezt a valószínűséget felszorozzuk a összszámmal, akkor kapunk egy beszélést, hogy hány élő bolygó lehetett az elmúlt 13,8 milliárd évben, nem feltétlen velünk egy időben, de úgy általában éjjel lehetett. És akkor azt mondja az ember, hogy akkor az már egy értelmezhető szám lesz. De ahhoz tudnunk kell az élet kialakulási valószínűségét. Másik megközelítése ugyanennek a kérdésnek, hogy tudunk-e mesterségesen életet előállítani. Tehát nem aminósavakat, meg nem tudom mit, hanem tényleg a laborban nem mesterséges intelligenciát, azt már tudunk létrehozni, mesterséges életet. Az is mondana valamit arról, hogy mi a kialakulási valószínűség, és akkor megijön a nagy számokkal való szorzás, és akkor kijön egy valamiféle nem nulla, meg nem egy, hanem mit tudom én, 32, 42. Uh-huh. Szóval ezek olyan kérdések, ahol az elméletek ütköznek egymással, aztán néha vannak kísérleti munkák is, de hát megint csak visszajutunk a kiinduló rajtkockára, hogy amíg a Föld az egyetlen példa, addig bármely elméletet lehet megfogalmazni és ellenőrizni, meg nem tudjuk. Kijelenthetjük, Gábor, szerinted, hogy meg hát alapvetően mind a kettőtöket mindig kérdezem, csak próbálok valamilyen rendszert bevinni a beszélgetésbe. Kijelenthetjük azt, hogyha mondjuk a Marson kiderülne, hogy találnánk mikrobiális életre utaló jeleket, az fenekestől felforgatná a világot, ahogy ismerjük. Hát ha engem kérdezel, én nem vagyok benne biztos, hogy fenekestől felforgatná, mert hát, ez megint ebben igazán látszik, hogy az embernek kialakul egy meggyőződése, másik embernek más, és igazából a tudósok között sincs ugye egységes álláspont, hogy akkor a Marson lehet-e élet, van-e élet, vagy akár a Vénuszon, ugye most nemrég megtaláltak foszfin, ugye ez a... Aztán ezt már cáfolták. Most már százszor kevesebb, ha van is.
Tehát igen, tehát hogy akár a Marson, akár a Vénuszon, hogyha netán találunk életet, én megmondom őszintén, meg vagyok róla győződve, hogy az hasonló lesz a Földéhez, és nem azért lesz hasonló, mert hogy függetlenül fejlődött ki, hanem azért, mert gyakorlatilag úgymond a bolygók úgy fertőzik egymást, tehát hogy, hogy ugye van egy becsapódás, akkor az kilök a bolygóból valamilyen anyagot, és akkor ez tulajdonképpen viszi tovább az életet, ami aztán ugye azon a bolygón másképpen fejlődik, de az alap az tulajdonképpen ugyanaz, tehát hogy mondjuk kialakulnak bizonyos ilyen láncmolekulák, és akkor én megmondom őszintén, hogy arra számítok, hogy ha van mondjuk a Marson élet, akkor az valamiféle olyasmi lehet, mint a Földön volt, nem is tudom, 3 milliárd évvel ezelőtt, egy picit ez az RNS világ, tehát hogy vannak ilyen óriás molekulák, és akkor lehet, hogy vannak ilyen nagyon egyszerű szervezetek. Éppen ez egy érdekes dolog, hogy azt még el tudjuk képzelni, hogy az RNS molekula mondjuk lemásolja önmagát, de valóban van egy ilyen nagyon nagy ugrás ezek között a láncmolekulák és az első sejtek között, tehát hogy igazán ott van egy ilyen szakadás, egy ilyen filmszakadás, hogy nem tudjuk, mi van a kettő között. Még az is lehet, hogyha valahol a Vénuszon vagy a Marson fedezünk fel életet, akkor lehet, hogy például választ fog adni arra, hogy mi ez a nagy ugrás, tehát hogy a kettő között mi van. Uh-huh. Ugye vannak a molekulák, amiket talán hát nagyon nehezen tudunk mondjuk élőnek tekinteni, de talán azt mondjuk, hogy van köze hozzá, de inkább mondjuk a kémia világa, és akkor vannak ugye a legegyszerűbb sejtek, hogy a kettő között van egy óriási ugrás, és hogyha én erre számítok, megmondom őszintén, hogyha a következő 40 vagy 50 évben mondjuk a Marson vagy a Vénuszon felfedezünk életet, akkor az a Földihez hasonló lesz. Uh-huh. Mielőtt kifejtem, hogy én is mit várok, és akkor 30 év múlva összeülünk, és akkor fölböntünk egy pesgőt, és valaki megajándékozza a másikat. Itt nézem a kommentekben, és csomóan követelik hangosan, hogy mi az élet definíciója szerint. Igen, ez így. És én hadd mondjam azt, hogy most én így hirtelen csak rögtönzök, tehát nem vagyok biológus, én azt mondom, hogy valami apróság, ami képes reprodukcióra, és gyakorlatilag a gén, hát hogy mondjam, a felépítését, a működését képes átörökíteni utódokra, egy tehát kvázi önmagát reprodukáló módon. Talán ez egy az egyfajta definíció. Amihez ez aztán kell energia, kell input, kell output, ami él, az eszik is, meg kakál is, csak adott esetben molekulákat, de a lényeg az, hogy valamiféle a reprodukció és a önmagának a továbbvitele lehet mondjuk így az életnek egy primitív definíció. Nem tudom, Gábor, te erre mit gondolsz? Hát igen, és akkor ez érdekes ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk egy olyan láncmolekula, mondjuk egy RNS molekula, amelyik egy le tudja másolni magát, vagy adott esetben tudja javítani magát. Vagy és akkor úgy jutunk el odáig, ugye, hogy akkor a molekula is tud ugye kakálni, tehát ugye kivágja magából a hibás darabot, bepótolja a megfelelővel, tehát hogy tulajdonképpen az emberi szervezetben is ez történik, tehát ez egy érdekes dolog, hogy tehát az a szó, hogy entrópia, az a fizikusoknak mond valamit, inkább azt mondom, hogy rendezetlenség és rendezettség kérdése, vagy akár azt mondom, hogy információ, tehát ez lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz, de az élőlények alapvetően információt esznek, és egy sokkal alacsonyabb információ tartalma, ugye a fizikusok azt mondják, hogy nagyobb entrópiájú dolgot kakálnak ki, tehát hogy gyakorlatilag ugyanezt tulajdonképpen a molekula is meg tudja csinálni, és ez az a pont, amikor ugye tényleg ugye Asimov is ugye ebben a Hol tragédia című könyvben is írta, hogy hát nehéz eldönteni, most akkor az a vírus akkor élőlény, vagy nem élőlény, mert gyakorlatilag egy molekula, amikor megfertőz egy sejt, és utána a sejt legyártja neki a burkot, stb., de alapvetően egy láncmolekula az a vírus, és a sejt nélkül tulajdonképpen nem tud szaporodni, de mégis aztán megfelelő körülmények között szaporodik, tehát bizonyos szempontból élőnek tekinthető. Hát igen, itt van az a nagy ugrás, hogy most akkor mi van
a vírus és a legegyszerűbb sejt között, és hogy akkor csak a sejt tekinthető élőnek, vagy az óriás molekula is bizonyos szempontból mondjuk tud szaporodni esetleg, le tudja gyártani a saját azonos utódait. Én lehet, hogy rossz helyen kopogtatok, de a vírus nem feltételezi előbb egy tőle fejlettebb szintű élet, mert ugye tehát egyrészt a vírus nem tud önmagától szaporodni, és nagyon nem is él, hogyha nincs egy gazda sejt, egy gazda szervezet körülötte. Tehát annak a létrejötte mindenképpen valami előzményt ír elő, nem? Gondolom? Jó, vagy nem tudom. Hát igazából nehéz ezt megmondani, pontosan azért, mert hiányzik a, uh-huh. a legegyszerűbb sejt és a vírus között valami. Igen. Tehát nehéz megmondani, most a vírus azt tulajdonképpen visszafele fejlődött, tehát egy fejlettebb valamiből redukálódott, uh-huh. redukálódott vírussá, vagy hát tulajdonképpen egyfajta relikviaként, ugye, az életnek a legősibb formája az, ami tulajdonképpen amit ők képviselnek. Tehát, hogy lehet, hogy akkor nem is tudom, 3,7 milliárd év óta ezek az óriás molekulák itt vannak velünk, és akkor amikor kialakultak picit bonyolultabb élőlények, akkor ők megtanultak úgy élősködni. Tehát, uh-huh. hogy hogyan reprodukálják magukat, ugye a sejtet felhasználva, rövid idő alatt a milliárdszorosára a létszámot, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, ugye, ha belegondolunk, én nem tudom pontosan, hogy mikor is fedezték fel ugye a DNS-t, de 50-60 éve, tehát, hogy azt mondom, hogy 50 év múlva lehet, hogy már tudni fogjuk. 69. Valahol ott, igen, ott körül. 60 plusz mínusz. Még azért ne engedjem el ezt a fogadás lehetőséget. Én azt gondolom, hogy a Marson most nincsen élet, a Marson lehetett a múltban, és az ország olyan lesz, mint amilyen a Földön is volt a múltban, ezért nem fogjuk tudni eldönteni, hogy melyik. Ebben egyetértek, hogy a bolygók egymást fertőzhetik, ez egy ilyen nyomorult dolog. De akkor jön be a képbe a szegény ember exobolygója, az interstelláris látogató. Ugye, amikor az Oumuamua elrepült mellettünk, és nem volt nem űrhajó, nem az idegenek űrhajója volt, evilő mondhat bármit, az csak egy egyszerű, unalmas kisbolygó volt. Nem adsz neki alapot? Nem adok neki semmit, tehát nem ért hozzá, mi csak az derül ki. És ezzel nagyon kategorikus leszek, és tudom, hogy lesznek nézők, akik azt mondják, hogy mit beszél az a hülye? Ugye a legfőbb érve a nem gravitációs gyorsulás, az gyakorlatilag olyan adatokon múlik, amiről bárki, aki asztrometriát csinál a kisbolygókról, tudja, hogy nem megbízhatóak. És ha azokat kihagyja az ember a Oumuamua pályaellemzésébe, akkor nincs semmiféle nem gravitációs gyorsulás, amit ő feltételezett. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy tudjuk azt, hogy jönnek interstelláris vándorok, és ugye amikor majd jövőre elindul a LSST égbolt felmérő 8 méteres nagy távcső Chilébe, attól ilyen havi-kéthavi gyakorisággal várunk interstelláris égitest felfedezést, uh-huh. és ugye az Európai Ügynökségnek a Comet Interceptor missziója az pont arra vállalkozik, hogy kimegy majd 29-be az Ariel űrtávcsőbe, az, ami exobolyóknak a légkörét fogjuk nézegetni, és adott esetben biomarkereknek hazudott molekulavonalakat fogunk keresgélni exobolygókba, és akkor vele együtt elrepül a Ariane nem tudom hányjal, a L2 pontba a 1,5 millió kilométer tőlünk, és ha jön megfelelő akár ortfelhő üstökös, de még inkább interstelláris vándor, akkor oda megy és megnézi. Tehát ugye az Oumuamua-ból meg a Borisovból kijött egy olyan statisztika, hogy most is, amikor beszélünk, akkor a naptól a Neptunusz, tehát 30 csillagászati egység távolságig Neptunusz pályáig húzott gömbön belül a becsült interstelláris égitestek száma az a nagyságrendek 10 000. Van, ezek nagy számban itt vannak velünk, csak éppen nagyon picik, és nagyon messze vannak, és nagyon halványak, és eddig nem voltak jó égbolt kereső programok, ezeket felfedezni. A lényeg, hogyha lesz interstelláris mintánk, adott esetben egy interstelláris üstökös még egyszer, mint a Borisov, és arról tudunk mintát venni, és adott esetben akár a pánspermia elméletet igazoló primitív életformákra is találunk benne példákat, na az lesz majd egy igazán szerintem fenekestű fölfordító dolog, mert akkor tényleg azt mondjuk, akkor tuti biztos nem a mi naprendszerünkből származik az a akármilyen élet
vitathatóan életnek tekinthető valami, ami idejött hozzánk, mit tudom én, 200 km per szekundumos szökési sebessége, vagy belépési sebessége a naprendszerbe. Szóval tehát szerintem itt a naprendszerbe fogunk találni múltbéli jeleket. Hát én az Európa holdnak azért adnék esélyt, mert a fene se tudja, hogy miféle extremofilek tenyésznek a jég alatt. És akkor énekelgetik, hogy jég alatt a Európa, jég alatt. Megfogtam, na mindegy. Szóval én, ami lényeg, hogy azért adnék ott is esélyt, de inkább ilyen földihez hasonló lesz szerintem is. És akkor megint ott állunk, hogy oké, van több égitest, de ezek lehet, hogy egymást fertőzték meg idézőjelben az élettel. Gább... 30 év múlva térjünk vissza, és szerintem addigra lesz interstelláris mintánk is. Nem kell nekünk interstelláris szonda ahhoz, hogy legyen interstelláris mintánk. Gáborral pont beszélgettünk erről, hogy azért ezzel nagyon óvatosan kell szerintünk bánni itt a Földön. Hát, mert azért itt a mikrobiális élet azért itt nagyon nagy ramazurit tudna vágni. Hát az Andromeda az mindenkinek eszébe jut. Igen. Ez egy érdekes, hogy én tulajdonképpen nem láttam, vagy amikor nagyon-nagyon régen láttam, de például van valami hasonló film egyébként, talán pont annyi a cím, hogy Life. Tehát, hogy millió hogy... ilyen van, de szerintem a Michael Crichton féle Andromeda törzs. Igen, tehát és ennek ellenére attól félek, hogy miközben szerintem reális a veszély, tehát nagyon sokan lehet, hogy nem veszik annyira komolyan, tehát én például úgy gondolom, hogy nagyon nem jó ötlet marsi mintákat visszaküldeni a Földre, megnézni, hogy van-e benne élet, mert hogyha van, akkor lehet, hogy az egyből olyan, hogy na akkor akkor el is kezdett elterjedni. Tehát csak egy egyszerű példa, hogy ott van, ugye az előbb néztük, hogy az élet szempontjából talán a legfontosabb molekul, az adenin, az gyakorlatilag hidrogéncianidből áll. És a hidrogéncianid pontosan ezért nagyon sok, vagy hát nem vagyok szakértő, de a legtöbb élőlény számára mérgező. És tehát tulajdonképpen ez egy ismert tendencia, hogy a primitívebb lévforma az mindig veszélyes a bonyolultabb számára. Tehát én pontosan ezért gondolom azt, hogy akkor mondjuk nyíltan, hogy mondjuk a Marson egy vírusvilág van, és akkor és onnan hozunk egy mintát, és akkor, hát ezt Szabival beszéltük, hogy milyen jó lenne mondjuk egy olyan veszettségvírus, ami cseppfertőzéssel terjed, és akkor... Hát építsünk fel akkor egy rendes nemzetközi űrállomás, és ott vizsgáljuk meg. Igen, én is valami ilyesére gondoltam, így van, tehát hogy akár nemzetközi űrállomáson, vagy bármilyen űrállomáson, mert ugye lehet, hogy mondjuk talán a kínaiak is terveznek. A kínaiak, jó lesz ez. Igen, csak hogy ne az legyen, hogy akkor melegelőzzük a többieket, és akkor gyorsan hazahozzuk. Vagy akár a Holdon. Tehát, hogy a Hold például egy kiváló terep lenne erre a dologra, mert ugye ott is fel lehet építeni egy labort. Aztán meghalaz a pár űrhajós. Hát ez benne van a pakliban. Járulékos veszteség. Egyébként ez az egész mutatja azt, hogy ez a kérdéskör szerintem azért is érdekel sok embert, mert itt hihetetlenül tud szárnyalni a fantázia. Tehát a science fictionnél én sokszor gondolkodok azon, és néha előadásomban is hangosan elgondolkozok azon, hogy a tudomány viszi előre a science fictiont azzal, hogy újabb és újabb dolgokat találunk, és akkor ez a sci-fi íróknak a fantáziát is megnyitja, vagy épp a science fictionnek a szabadsága és szabadossága az, ami aztán a tudósokat is elcsábít föltáratlan területekre, hogy melyik hat a másikra inkább, ez szerintem egyáltalán nem egyértelmű, és ez a Földön kívül élet kérdése, ez különösen olyan, amiben rengeteg sci-fi toposz benne van. Az első találkozás az idegenektől, kezdve a mikrobáktól, kezdve az értelmes lényekig, kezdve az UFO-kig, kezdve a mit tudom én mikig. Tehát nagyon-nagyon-nagyon széles tere van a fantázia szárnyalásának. Ezt pedig alapvetően az emberek szórakoztató tevékenységként élik át. Tehát itt szerencsére a tudomány és a fantázia együtt tud szárnyalni. Azért azt ne felejtsük el, hogy ugye mi ezen a csatornán mi ugye folyamatosan próbálunk számot adni az űrkutatás, vagy legalábbis az űrjárművek fejlesztéséről, és úgy gondoljuk, hogy ha valamikor, akkor tényleg a közeli 5-10-15 évben valóban elérhető
közelségbe ért az, hogy legalább itt a naprendszeren belül valamilyen szinten elkezdjünk azért ellátogatni más égitestekre, és talán ennek nagyobb realitása van, mint valaha, hogy ezekkel a kérdésekkel tényleg érdemben foglalkozzunk majd, és tényleg hatással legyen mondjuk az életre, mert azért, hogyha mondjuk landolunk a Marson, és abszolút teljesen véletlenül hazahurcolunk valamit, mert ugye ezek újrafelhasználható és visszatérő űrhajók lehetnek, akkor azért ez itt nagyon nagy galibát fog tud okozni, és szerintem ennek azért lehet aktualitása. Hát ezért ő főd. Bocsánat. Igen, és ilyen szempontból érdekes, ugye, amit Laci mondott, ugye a pánspermiák, ez ugye a pánspermia elmélet, az, hogy az életesre nem a Földön keletkezett, hanem valahogy az űrből érkezett. És ugye ennek az egyszerű verzió az, hogy na azért mégiscsak a naprendszerben alakult ki, csak legfeljebb nem a Földön, hanem vagy a Marson, vagy a Vénuszon, és úgy került át ide hozzánk. És lehet, hogy az eredeti szülő bolygóján lett meg, és semmisült az élet, mert ugye annak is van az esélye, hogy hogy esetleg ott megsemmisült, tehát például mondjuk így a Marsnál ugye, hát vannak ilyen elképzelések, most csak egy ilyen mellékszál, hogy ugye a Marson már nincsen lemeztektonika, tehát hogy mondjuk elképzelhető, hogy a Marson sokkal több széndioxid volt ugye a légkörben, most ilyen nagyon ritka a légköre, tehát hogy régen sokkal több volt, csak gyakorlatilag az élő lények beépítették magukba, nem is tudom, például, mint ahogy a Földön is ugye vannak ezek a ugye azok az élő lények, amik ilyen mészvázat építenek maguk köré, és akkor az tulajdonképpen elnyeri a széndioxidot, tehát egy vegyületbe bekerül, leülepszik a tenger aljára, ugye a karbonátos kőzetek kialakulnak, a mészkő gyakorlatilag, és ugye az lekerül a földnek a mélyébe, és ugye a földnél ugye van ilyen, hogy lemez tektonika, tehát a lemez alábukik, és akkor ott megolvad, és a vulkánba ugye kijön az egész, tehát hogy felszabadul újra a széndioxid, tehát ez egy érdekes dolog, hogy a földnél azért a széndioxid az így reciklálódik, de lehet, hogy a Marson ez nem történt meg, és gyakorlatilag az élet ott lehet, hogy kinyírta saját magát. Na, így itt vége a mellékszának, és akkor igazából ugye a pánspermiának a másik lehetősége, hogy lehet, hogy tényleg, hogy az egész galaxis tele van élettel, tehát mindenféle ilyen kisebb objektumokon, amit Laci említett, ilyen interstelláris objektumokon ugye utazik az élet valamilyen rettenetesen egyszerű formája, és gyakorlatilag így megtermékenyíti azokat a bolygókat, ahol megfelelő körülményeket talál, és akkor lehet, hogy az egész galaxis tényleg tele van szórva élettel, ami tulajdonképpen közös őse megy vissza. Hát például ez, amit lehet, hogy 30-40 vagy 50 éven belül már tudni fogunk. Hát igen, ez egy nagy kérdés, ezt majd meglátjuk. Az mindesetre biztos igen, hogy ugye esetleg vigyázni kell, mondjuk, hogyha Marsra vagy bármilyen olyan helyre megyünk, ahol esetleg még létezhet olyan élet, ami, hogy úgy mondjam, fertőző képes, tehát hogy esetleg újra megfertőzi a Földet, mert amíg ugye terméketlen volt a Föld, akkor addig jó, ha megfertőzi, mert akkor kialakul az élet, de ha már kialakult, akkor nem biztos, hogy olyan jó. Még az is lehet, hogy korábban esetleg ez meg is történt, hát majd, tehát azért kutatásnak van azért terepe, hogy... Kommentelőkre hadd reflektálják még annyit, ezzel hozzá csatlakoztatva, hogy nem csak a magunkat kell védeni azért alapvetően, tehát ha most valaki hónap után megmutatja azt, hogy a Marson bármiféle élet van, inkább a Európa holdon a jég alatt ottan mulatoznak a nem tudom milyen lények, akkor nem biztos, hogy oda kell menni, mert hogy mi kipusztítunk egy tőlünk független életformát. Tehát akkor ez egy érdekes kérdés. Ha a Mars ma élő bolygó lenne valamilyen formában, mit tudom én, a déli pólusapka jege alatt levő, amit ugye a Mars, melyik Mars, nem a Mars Express, valamelyik európai ézaszonda mutatta ki pár évvel ezelőtt, hogy ilyen folyékony sósvízű tavak vannak a Marson, most jelenleg, ahogy beszélgettünk ugye a jégsapka alatt, gyakorlatilag sós vacak az egész, tehát azért olvadt, mert nagy a sótartalma, de ki lehetett mutatni a jégréteg alá bemenő radarsugarakkal. Mars Expresso szerintem, tudom, hogy Nature cikk volt pár év ezelőtt,
Szóval, ha az kiderül, hogy az élő, akkor az egy, ez egy érdekes már az űrjogászatok, űrjogi kérdéseket is felvető kérdés, hogy van-e jogunk őket az odalátogatásunkkal veszélyeztetni. Mert nem biztos, hogy akkor van. Vagy hát szóval igen, tehát oda-vissza is megy a kérdés, hogy ne csak ők ne pusztítsanak el minket, hanem azért, ha lehet a fene egyemán, meg mi se pusztítsuk már el őket, ha vannak. Igen. Igen. Mennyire zavaró, Laci, egyébként az, hogy földi életet keresünk az univerzumban? Tehát a csillagászat szempontjából. Mert azért ez lehet, hogy ez eléggé lelimitálja a lehetőségét annak, hogy tényleg megtaláljuk az életet. Hát nézd, ugye én is készítem pár képpel. Egyet mutassál már meg, mindjárt mondom, hogy melyiket. Jó. Meg jó. Azt mondja, hogy szerintem mutasd meg a az Isten itt már, melyiket mutasd meg. Nem tudom, melyiket mutasd meg. Már ott voltam majdnem, hogy mondtam, hogy melyiket mutasd meg. Akkor te itt a végén van. Igen, mondjuk ezt mutasd meg, a 48-ast. 48-ast. Uh-huh. Ugye ez a James Webb-nek az egyik propaganda diagramja, ami a Trappist-1 exobolygónak a spektrum vizsgálatát modellező, szimuláló ábrát fogja majd mindjárt mutatni. Lesz sok-sok ilyen szöveg, és akkor, amikor majd odaér a videó a élőbe, és akkor meg fog jelenni bal oldalon egy csillag, ami elé megy a bolygó, egy ilyen fekete gömböc, néha mögé megy a bolygó, egy jobb oldalán egy sárga kis gömböc, és akkor ha az ember felveszi a csillag fényén keresztül szüremlő, nem most a bolygó légkörön keresztül szüremlő csillagfényt, akkor színképelemzést képes végezni a adott exobolygónak a légköréről. És akkor ott ha ezek a vonalak majd bejönnek az élő adásba, itt még egyre nem látom, hogy ott lenne, bent van, de lehet. Bent vagyunk. Most nem nyomtam rá live-ra, és le voltam. Na ott van. Tehát ugye megnézzük bal oldal a Trappist egy központi csillaga, a fekete gömböc a bolygó előtte, ha olyankor készítünk spektrumot, akkor a csillag színképére ráül a bolygó légkörének az elnyelése. Aztán ott van a bolygónak a nappali oldal a gömböctű jobbra, akkor látjuk a nappali oldalról visszavert fénysugarakat is. Amikor elmegy a bolygó a csillag mögé, akkor szépen a csillag színképét fő tudjuk venni. Na most csillag plusz bolygó, mínusz csillag, egyenlő bolygó. Tehát a bolygó légkörének is az áteresztési színképét, meg a bolygó nappali oldalának a visszavert színképét is meg tudjuk mérni. Ez itt az ábra, köszi szépen. Uh-huh. Na most, hogyha odahúzod a vonalas, unalmas ábrára, ami ugye pontosan tudjuk, hogy a csillagászat halála, ugye a vonalas ábra, akkor ott van az a 2-10 mikronig terjedő spektrum modell, ami azt mutatja, hogy földihez hasonló légkör összetétel mellett, akkor milyen hidrogén, bocsánat, ózon, oxigén, víz, nitrogén-szuboxid, széndioxid, ilyen mindenféle molekuláknak a vonalai lesznek ott abban a színképben. Ott az a vonal, ez az, köszi. Uh-huh. Szóval, ha megnézed, ugye ezek azok a molekulák, amelyekről itt a Földön tudjuk, hogy a bioszféra állította be olyan gyakoriságúra őket, amilyeneknek itt most látjuk. Erre mondják azt az überoptimista asztrobiológiára vetemedő megfigyelő csillagászok, hogy ha ilyet látunk, olyan molekula arányokat, mint amit a földi légkörbe, amely molekula arányokat itt a Földön a bioszféra állított be, akkor az egy erős indikációja. Nem feltétlen bizonyítéka, de erős indikációja lesz biológiai aktivitásnak, földihez hasonló biológiai aktivitásnak. Ugye a James Webb-nél ez a kiinduló pont, hogy ezek ilyen szép vonalak a Trappist egy esetében soha nem lesznek, mint itt ebben az elméleti diagramon vannak, lesz valamiféle szórás, és igazából a csillagászok nagyon sokszor úgy találnak valamit, hogy pontosan tudják, hogy mit kell keresni. A gravitációs hullámokat is úgy lehetett megtalálni, hogy hihetetlenül zajosak a LIGO kísérletnek a mérései, de ha pontosan tudod, hogy mi az a jel, amit keresel, akkor képes vagy benne megtalálni. A mi emberi agyunk is úgy működik, hogy képesek vagyunk, a buszon, hangos buszon megyünk és beszélgetünk, akkor az egymásnak átadott információnak a jel per zaj viszonya nagyon sokszor egynél kisebb. Nagyobb a zaj, mint a jel. De az agyunk az olyan, hogy még az egynél kisebb jel per zaj jeleket is képes kikódolni, mert tudja, hogy mit kell keresni. És itt is majd, amikor ilyen szép vonalas ábrákat megrajzolnak elmélészek, az lesz a helyzet, hogy
azt vagyunk képesek kimutatni, amiről tudjuk, hogy ott kell, hogy legyen. Tehát lesz egyfajta előrevárás. És ez viszont csapda helyzet is. Igen, mert kizárja. Kimondta azt, hogy ez tényleg úgy lesz, és nem akarom nagyon húzni az időt, de ha odarakod a kérlek szépen a 65-ös ábrát, ezt is aztán elengedem ezeket az ábrasztorikat, egyelőre legalábbis. Jó, az nekem is van ilyen, csak akkor én már nem is mutatom. A 65-ös ábrát, hogyha megmutatod igen, egy pillanatra, van. Uh-huh. Akkor eltűnt neked a live, mert pár másodperc különbség lesz. Az egy két szerzőnek egy tavalyi eléggé szkeptikus hozzáállású, vagy én úgy szoktam mondani, józan megfontolást mutató cikkének egy ábrája, ami ez az, köszönöm szépen, ami azt mutatja, hogy ott van a James Webb sematikusan, alul a megfigyelés, ami két ilyen púp, jó molekulák, emissziós van, a tök mindegy, és a helyzet az, hogy mikroszkópikus, tényleg hangya fülni a különbség adott esetben egy vulkánbolygó, egy zöld bolygó, meg egy fagyos bolygó között, és soha nem leszünk képesek igazából teljesen meggyőzően azt mondani, hogy ez a három, ezek gyakorlatilag mind ekvivalensek. Ha valami hibát, valami mérési hibát megengedünk arra a vonalra, már pedig lesz, akkor ezek között a döntéshez még a James Webb sem lesz elég. Tehát igazából nem szabad azt a hiperoptimista álláspontot fővenni, hogy például a James Webb baj nekünk egyértelmű életjeleket fog adni. Én ebben nem hiszek. Pont azért, mert megfigyelő csillagász vagyok, és tudom, hogy az adatoknak az értelmezése az mindig évekig tartó vitát von maga után. Ettől sokkal több kell majd, mint pusztán csak az, hogy látunk egy olyan összetételű molekula tartalmat egy légkörben, mint ami Földünkön ma van. Már csak azért sem, mert a Földünk maga sem volt mindig ilyen. Hát 500 000 évvel ezelőttig zöld növények sem voltak a Földön. Tehát az oxigén meg az ózon mennyiség csak az elmúlt 440 millió évben kezdett el főfelé nőni, mint az atom. Korábban sokkal kevesebb volt. És lehet, hogy egy 1 milliárd éve ezelőtti Föld ugyanolyan érdekes az élet szempontjából, mint egy mai Föld, de az nem úgy fog kinézni, mint a mai Föld. Tehát ez egy olyan veszélyes labirintus, nem nevezném zsákutcának, mert azért ki lehet belőle jönni szerintem, de egy olyan veszélyes labirintus, ahol azért időszakosan bekerültünk egy akár több évig tartó zsákutcába, és rámutatunk arra, hogy na az egy olyan szép ilyen emissziós púp, az biztos, mit tudom én, a amazonasi őserdők egy fél bolygón keresztül, és aztán jön egy alternatív modell, és aztán az cáfolja az egészet. Tehát nem egy jel semmiféleképpen nem lesz elég, és amikor azt kérdezted, hogy mennyire limitálja azt a vizsgálatok, vagy a földihez hasonlót keresünk, nagyon erősen, mert maga a Föld is időben változott. Legalább 6 különböző korszaka volt a Földnek, amikor a légköre és a felszínének a spektruma teljesen más volt, mint a mostani. Úgyhogy ténylegesen itt nagyon többféle jelre is figyelnünk el, és most nem akarom, itt most elengedem, hogy nálam legyen a szó, de majd ennek az ábrának lesz egy logikus folytatása, de azt még mindig nem akarom elő. Oké. Gábor? Hát, hogy is mondjam, ugye ez egy érdekes dolog, ugye az adás előtt is mondta Laci, ugye, hogy nem tudom pontosan mikor, 1 milliárd éve, mert azt tudjuk, hogy volt ez a 700 millió év körül az a hógolyó föld, amikor elég rendesen be volt fagyva, de ugye élet akkor is volt, nyilván tehát folyamatosan volt, csak akkor nem tudom, itt takarékra vette magát, tehát ez egy érdekes dolog, hogy akkor hogy is nézett ki a föld, meg akkor mondjuk milyen színe van, mert ugye ezeket a spektrumokat, hogyha le akarjuk egyszer, és nem mégis az a lényeg, hogy milyen színe van, hát akár látható fénybe, akár ugye infravörösbe, és ez egy érdekes dolog, hogy igen, tehát hogy ezek a, hát ugye mondjuk sejtmaggal rendelkező élő lények, azok olyan bő 1 milliárd éve vannak, előtte a fotoszintetizáló élő lények, nem tudom, hogy ezek a cianobakteriumok, nem tudom, milyen bosszatok voltak, tehát ehhez egy biológus kéne, hogy ezt így megmondja, de már csak az, hogy tényleg az élő lények más szint adtak ugye a bolygónak, Meg ugye a légkörnek is más volt az összetétele, tehát ugye a napfényből mást nyelt el, mást vert vissza, más sugárzott vissza. Ugye ez ugye erősen függ, akkor így mondom, a színe
a bolygónak attól, hogy akár még hogyha Igen. van is élet, hogy akkor milyen fázisban van mondjuk az élet. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy most akkor feltétlenül zöld lenne mondjuk az a festékanyag, ami mondjuk a fotoszintetizáló növényben mondjuk a fényt elnyel, és aztán az hasznosítja, és mondjuk valamilyen szerves anyaggá, hogy itt a Földön leginkább cukrokká alakítja át ugye ezt a fényenergiát. Ez is egy érdekes kérdés, hát ugye látunk ilyen művészi ábrázolásokat, ilyen földön kívül életről, hogy mostan sárga, vagy akármilyen színű. Nagyon sok, ugye ez például már csak attól is függ, ugye ez már megint inkább a Laci témája, hogy a központi csillag, mondjuk egy vörös törpe, teljesen más spektrumú fényt bocsájt ki, mint mondjuk a mi napunk. Tehát a mi napunk az gyakorlatilag a legtöbb fényt a számunkra látható tartományban bocsátja ki, de mondjuk egy hidegebb csillag, vagy egy melegebb csillag viszont már más tartományban bocsátja ki. Tehát például ugye van ez a dolog, hogy rengeteg vörös törpe, vagy tehát a napnál... 30-as ábrát vezetett be. Oké, folytatjuk. És mindjárt átadom a szót, tehát igen, tehát rengeteg vörös törpénk van, ami ugye mondjuk 3-4 ezer kelvines, és akkor az gyakorlatilag a számunkra nem látható infravörös tartományba bocsátja ki a legtöbb fényt, és akkor az ottani élőlények nyilván úgymond más színűek lesznek. Betettem közben. Vörös törpe kérdéskörhöz van egy ábrám, ami szépen reflektál erre az egészre. Vörös törpék egzobolygóit és a vörös törpék körüli esetleges életjeleket nagyon sokszor, nagyon erős szkepszissel fogadják. Nekem is a nézőim, kommentelőim is, nekem is a fejemhez vágták már, hogy na de László, mi az Istent akarunk mi a vörös törpékkel, hiszen azok flereznek, meg nem tudom mit csinálnak. Ja, a vörös törpékről van egy nagyon jó NASA infografika, ami azt mutatja, hogy a napunknál kisebb csillagok azok azért váltanak ki nagy érdeklődést, mert sokan vannak, ezért könnyebb őket vizsgálni. És ott van az a Szaturnusz-szerű ábrasor a bal szélén, alul a nap, fölül egy nap kicsit kisebb narancssárga csillag, és aztán vörös törpe csillag legfölül. A Szaturnusz gyűrűje az egyre közelebb és közelebb kerül a központi csillaghoz. Ugye az a távolságtartomány, amin belül földhez hasonló légkör mellett folyékony víz lehet a bolygó felszínén. Ugye a csillagászok azok rendkívül igénytelen népek. Ezt nekem jogomba áll így megfogalmazni, mert magam is az vagyok. Tehát igénytelen népek, mi azt mondjuk, hogy egy bolygó lakható, ha a felszínén lehet folyékony víz, és akkor ez a Szaturnusz gyűrű itt az ábra balszén azt illusztrálja, hogy minél kisebb a csillag, minél törpébb a dolog, ez a lakhatósági zóna annál közelebb kerül a csillaghoz, és egy vörös törpe körül a lakhatósági zónába keringő kőzetbolygónak a keringési periódusa nem 365 nap, mint a nap körül, hanem adott esetben 4 nap. 3 nap egy esztendő, 5 nap egy esztendő. És ez miért érdekes? Azért érdekes, mert azt könnyű fölfedezni, azt könnyű megmérni. Ami évente százszor bekövetkezik, hogy a csillag előtt átvonul a bolygó, az tök könnyű százszor megmérni egymás után. Ami évente csak egyszer csinálja ezt a nyomorult átvonulást a csillag előtt, ami földünk az ilyen. Ugye a földünk 365 nap alatt megy körbe a nap körül, akkor egy ilyen 6 órás időtartam a végtelenről nézve, ha pont centrálisan megy át a nap körül, akkor eltakarja a napunknak egy 10 000 léknyi felszínét, és akkor lehet vizsgálni idegen UFO lények által a földünket. Szóval a lényeg az, hogy az 100 egymás után megmér, a 100 évig tart. Tehát nekünk a vörös törpék azért érdekesek, mert rövid a lakhatósági zónába keringő bolygó keringési periódusa, ráadásul a vörös törpék azok körülbelül az összcsillagnak a 70%-át teszik ki itt a tejútrendszer közeli tartományába, a mi naphoz hasonló csillagtársaink sokkal kevesebben vannak. Tehát ilyen értelemben kedvező a dolog, olyan értelemben még nem kedvező, és ez a középső van az X-ray irradiance, ugye röntgen tartománybeli sugárzás. A probléma a vörös törpékkel az, hogy viszont ők mágnesesen aktívak. Van hozzá egy ábrám, de nem akarom megmutatni, mert még valaki... mi ez, szeppukut követel egy karddal, és ledöfi magát, mert ez egy bonyolult ábra. Szóval a vörös törpék azok
azok mágnesesen aktív csillagok, és ezért sokszor flereznek, kidobnak magukból. Tehát valakit kérdezte, igen, nem csak protonokat dobnak, hanem elektronokat is természetesen, tehát semleges hidrogén atomokat szaggatnak szét kitöréseik során, de az protonbombázásként jut el a bolygó felszínére leginkább. A lényeg az, hogy az viszont meg éppen perzselheti az életet, és adott esetben akár lehetetlenné is teszi. De ezeken nagyon tudnak vitatkozni az élet kialakulásával foglalkozók. Egy vörös törpe az pont a pörzsölő hatásával gyilkos hatású, vagy éppen kedvező hatású. Ez a bolygóktól is függ, tehát nagyon sokféle konfiguráció áll fönn. Tehát a vörös törpéknél a megfigyelési, kiválasztási effektusok azok torzítják a képet, és azért foglalkozunk velük legtöbbet, mert őket könnyű, őket tart rövid ideig megfigyelni, és ezért aztán a tudásunk gyakorlatilag a vörös törpéknek a bolygó rendszereiről sokkal előrébb jár, mint a naphoz hasonló csillagok bolygó rendszerű. Tetszik, nem tetszik, ezt ki lehet jelenteni. És azt is mondjuk ki teljesen nyíltan, amikor a Kepler űrtávcső 2013-ban az első küldetési szakaszát befejezte a második lentkerék elromlása után, akkor legalább 30 év távolra kerültünk a Föld 2.0 felfedezésétől. Jelenleg ma az emberiségnek nincs olyan eszköze, ami képes lenne egy Föld 2.0-át. Egy naptömegű csillag körül, egy föld sugár, egy földtömeg, egy év alatt körbe menve a csillaga körül. Tehát jelenleg nincsen ilyen eszközünk, amilyet képes lenne egyértelműen felfedezni. A Keplernek lett volna esélye, ha legalább 8 évig működik, de csak 4 évig működött. És a 4 év nem volt elég hosszú, mert kiderült, hogy a naphoz hasonló csillagok azok zajosabbak, mint korábban gondoltuk. A nap az nyugodtabb, mint egy tipikus naphoz hasonló csillag. Tehát a napunk az nem tipikus naphoz hasonló csillag. És jelenleg nincsen műszerünk Föld 2.0-át felfedezni. Ezért aztán a szegény ember Föld 2.0-ja a vörös törpék körüli kőzetbolygók. Az nem Föld 2.0, hanem Föld Beta 1.0, vagy nem tudom, hogy más verziószámot kell hozzárakni. Azok nem a Földünk testvérei, hanem a Földünknek az unoka testvérei, de az élet gyakorisága szempontjából, a potenciális élet jelek kimutatása szempontjából ugyanolyan valid kérdés föltenni azt is, hogy egy vörös törpe körül kialakult-e. Csak ott tényleg a vad spekulációk talajára merészkedünk. De akkor azért kijelenthetjük, hogy talán egyfajta forradalmat hozhat megint csak mondjuk a átkos Starlinket az égre kakálom elnézést Elon Musknak a Starshipje majd, ha minden igaz, mert azért az egy olyan lehetőséget fog biztosítani talán a csillagászok számára, hogy végre megnyisson egy olyan lehetőséget, hogy tényleg akkor kezdjük el tömegével gyártani azokat az eszközöket, amikkel folyamatosan tudunk a világ minden szegletébe szinte nézelődni. Rögtön reflektálnék, és aztán elhallgatok, és hagyom Gábort is dumálni. Dániel... Mit is akarok mondani? De apai Dániel, ő Amerikában lett nagy tudós, a Seward Observatóriumban dolgozik. Ő neki van egy olyan koncepciója, hogy hú, mi is ilyen 8 méteres űrteleszkópokkal akar Föld 2.0-ákat keresni. Ő azt mondja, hogy 35 darab, a Nautilus, ugye meggooglizod majd, hogy Nautilus projekt, akkor ezt ki fogja dobni, talán Nautilus pont valami, serve Nautilus pont valami. Ennek ő a vezető egyénisége, ő Szegedi Egyetemen volt egy éve alattam fizikus hallgató még a 90-es években, aztán elment Amerikába, Arizonába lett nagy tudós, ténylegesen egy nagyon ügyes, hát fiat, most már lassan ő is 50-es, mint én. Szóval lényeg, aminek, hogy a Nautilus projektnél a egyik white paperben pont ők írták le a Starlinket és a Elon Muskot példaként, hogy ha ez az újrahasznosíthatóság teljességgel elterjed az űrkutatásban, akkor az űrtudományban, az űrcsillagászatban is adott esetben elképzelhető, hogy tömeggyártásra alkalmas 8 méteres űrtávcsöveket lehet összerakni, és hogyha 35-öt föllősz, és abból lesz egy flottád, akkor azt hiszem, volt egy olyan számolásuk, hogy 10 év alatt körülbelül 200 Föld 2.0-át lehetne megtalálni. Uh-huh. Tehát nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen, csak hát nyilván
le kell vinni az ilyen eszközöknek az árát. Tehát 35-12 milliárd dollárt senki nem fog kifizetni. Tehát, hogyha a James Webb-nek a újrajátszása lenne ez a Nautilus projekt, az soha nem valósulna meg. Igen. Ha össze lehet hozni egyet, mit tudom én, fél milliárdból, vagy akár 100 millióból, és abból kül 35, az már csak 3,5 milliárd, az már egy gazdag embernek a hobbija is lehet, hogy legyen egy űrtávcső farmja valahol a L2 pont körül. És akkor igen, akkor akár tényleg az igazi Föld 2.0-ák vizsgálatára is megnyílhat a lehetőség. És olyan örülök, hogy a Daninak ehhez köze van, ő az egyik fő ötlet gazdája ennek az egész projektnek. Gábor, na, hogy látod ezt a kérdést? Egyébként ez egy érdekes dolog, mert ez a pont, ahol a mennyiségi dolog átcsaphat minőségi ugrásba, tehát amikor, hogyha kellően pontosan tudjuk ezeknek a űrtárcsoknak a helyzetét, ez azt jelenti, hogy rettentő pontosan, de soha nem lehet tudni, tehát ugye a technika az fejlődik, akkor hát ugye mindegy, nem megyek bele a részletekbe, de mondjuk ilyen 10 kilométerre levő űrtávcsöveket össze lehet úgy kapcsolni, mint hogyha egy darab nagy 10 kilométeres űrtávcső lenne. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, ilyen interferometria, ilyesmi. Tehát, hogy elképzelhető, hogyha már ilyesmit tervezünk, hogy több űrtávcső, akkor ezeket valahogy összekapcsolni, és akkor olyan, mint hogyha egy rettentő nagy űrtávcsőnk lenne, és akkor nem is tudom, lehet, hogy meg tudjuk nézni ezt a bolygót. Hát majd ezt ki tudja. Kiderül. De nem ezt akartam egyébként mondani, hogy a vörös törpékkel kapcsolatban egy jó nagy a sugárzás, ott a vörös törpék ugye viszonylag közel keringenek a csillaghoz, meg sok a kitörés. De érdekes dolog, hogy ugye a csernobili atomreaktoron belül egy kicsit elkezdett ott penészedni a dolog. Tehát ilyen érdekes, hogy is mondjam, tehát például kihalási eseményeknél is észre lehetett venni, hogy ilyen fekete kis gombácskák elszaporodnak akkoriban. Tehát, hogy ilyen nagy melanin tartalmú egyszerű kis gombák tulajdonképpen még akár tudják is használni a sugárzás energiáját arra, hogy nem is tudom. Tehát ugye a melanin az gyakorlatilag aktiválódik az ultraviolett a sugárzás hatását, tehát gyakorlatilag használja azt az energiát, ami a sugárzásból jön. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy bizonyos létformák rettenetesen nagy mennyiségű sugárzást el tudnak viselni, sőt, még akár lehet, hogy tudják használni is. Hát nehéz ezt megmondani, ugye, hogy milyennek lehetnek ezek a létformák, mert ugye lehet a szén alapú, de lehet az gyökeresen különböző akár az általunk ismert élettől, vagy egyszerűen olyan evolúciós irányt vesz, mert lehet, hogy a pásper miatt tulajdonképpen mindenütt ugyanaz az alap, de egy olyan irányt vesz, hogy ilyen meglepő dolgokat hoz ki a fejlődés, tehát hogy akár a sugárzást tudja használni. Tehát a vörös törpék egyébként is érdekesek, mert vannak ott pont azért, mert közel keringenek a bolygók a csillaghoz, hogy ugyanúgy, ahogy a Hold ugye mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk, ugye a Föld felé, ezek a bolygók ugye, hát nem tudom magyarul ezt, hogy mondják. Ez kötött keringés. Bolygók, tehát mindig ugyanazt az mutatja a bolygó ugye a csillag felé. Ez azt jelenti, hogy van egy része, ami így fel van perzselve, a hátulja az ugye teljesen be van fagyva, és van egy sáv, ahol lehet, hogy megfelelő körülmények vannak az élethez. Tehát ilyen érdekes helyszínek is kialakulhatnak. Ugye eleve a csillagnak más a sugárzási spektrum, tehát más színű fényt bocsájt ki. Azt mondom, hogy inkább ilyen infravöröst, amit mi nem is látunk. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy valóban, hogy észre tudjuk-e venni azt az életet, ami már meglehetősen különbözik tőlünk. Még akkor is, hogyha ugyanúgy szén alapú, tehát szerves molekulákon alapszik, de lehet, hogy teljesen más, hogy is mondjam, más spektrum tartományban néznek azok a lények, mint mi, tehát igen, nehéz. A 33-ast, akkor ez teljesen ide kötődik a dolog, és akkor is tenném a kérdést, hogy ti a breakthrough társadban mennyire hisztek? Miben? Miben? A breakthrough,
Breakthrough Starshotban, amikor elrepül egy szonda, amit ugye a Yuri Milner meg a Stephen Hawking jelentett be 2015-ben, egy lézer segítségével. Ez a light sail típusú. Az, amikor nanoszondágú egy milliót 0-2 C-vel a legközelebbi csillag felé, az Alpha Centauri, illetve a Proxima Centauri felé elküldeni. Ugye a Proxima Centauri az ugye 4¼ fényévre a legközelebbi csillag. Ugye a mai rakéta meghajtású technikánk a 60 000 év, tehát nem fogunk oda hónap után ellátogatni. De ugye amikor a Breakthrough Star, Breakthrough programnak a Breakthrough Starshot talán, hogy a csillag mellett elrepülő kis szonda, ugye 0-2 C-vel 20 év alatt oda lehet jutni, tehát a fénysebesség 5-ével, ez 4×5=20 év, és hogyha van valami helyszíni képet készítő valami, akkor az fénysebességgel visszaküldi felénk a jelet, és akkor a Proxima B-nek adott esetben a lakható zónába keringő kőzet bolygójáról közvetlen képet tudnánk nyerni 25 év múlva. Ha ez a technológia megvalósítható lenne. Van egy nagyon látványos videó, amit aztán a YouTube mindig letilt, hogyha véletlen berakom egy előadásomba, amikor ilyen napföldi lézerekkel főgyorsítanak ilyen kis pici kis mikroszondákat, fénysebesség, pár rövid idő alatt fénysebesség 20%-ára. Nekem mindig az a merül fel bennem a kérdés, hogy ez miért gyorsul, és miért nem párolog el. Tehát mekkora fényviszonyú képesség kell ahhoz, hogy ténylegesen a lökő hatás érvényesüljön. Mennyire hisztek ebbe, hogy adott esetben ilyen light szélle a mi életünkbe, lézerekkel, hát közvetlenül. Én láttam egy számítást, ami egészen realisztikusnak tűnt. Tehát egyébként én is úgy voltam vele, hogy hát tulajdonképpen rövid idő kell, mert ugye a lézereknek is, tehát a nyaláb az tágul, tehát csinálhatunk, amit akarunk. Ugye elhajlás miatt úgy is tágul a nyaláb, hát nem is tudom, voltak ott valami ilyen számítások, és akkor nem tudom, 10 méteres tükör, milyen távolság, és úgy igazából a diagramokból egyértelműen kiderült, hogy tulajdonképpen a dolog az működhet, nem tudom, én megmondom őszintén, inkább abban bíznék inkább, hogy valahol a Merkuron, és akkor ilyen, tehát a napfény hajtotta vitorlák, hát amit aztán még esetleg lögdösünk lézerrel, nem tudom, de talán igen, megvalósítható, tehát nekem is úgy, én örülnék neki, hogyha meg lehetne csinálni. Star Trek fenek biztos, hogy szívesebben látnák az Enterprise-t ugyanezt elvégezni, de hát attól még messzebb vagyunk. Hát, majd, nagyban, igen. Igen, de azért ez most ez olyan, amire érdekes. Azt lett, hogy jó, mondjuk biztos sok pénzbe kerül, egy csomó mindent fel kéne küldeni az űrbe, vagy akár tényleg mondjuk a Merkur Lagrange pontját L2, vagy valamelyik pontján áll, ott egy ilyen kis bázis csinál, így lögdösi kifele ezeket a kis szondákat, de elvileg megvalósíthatónak tűnik. Uh-huh. Olvastátok a Csíkszínliú, nem tudom, hogy kell ejteni, a Három test probléma című regényét, trilógia. A rendkívül ajánlom, és talán nem nagy spoiler, na, kicsit az, de nem, talán nem olyan nagy spoiler. Én most olvastam el, pár éve megvettem, és azóta itt volt a telefonomon, és az elmúlt 3 hétben olvastam végig a 3 kötetet, iszonyatosan jó, nagyon originális, nagyon a Proxima és az Alpha Centauri rendszer is szerepet kap benne, és abban van egy olyan ilyen közel fénysebességet elérő meghajtási gondolat, amit ugye elgondolkoztam rajta, és most mondom még egyszer, kicsit spoiler, bocsánat, aki el akar olvasni a háromtest problémát, az most ne figyeljen 30 másodpercig, ott azt csinálták, hogy egy ilyen nukleáris tölteteket főraktak sorba, mit tudom én, a Holdnál, aztán messze egész a Jupiterig, mit tudom én, talán 100 különböző helyre, és akkor úgy lögdöste a nukleáris robbanásnak a fénynyomása, tehát a sugárnyomása a másik felé, a harmadik felé, a negyedik felé, a századik felé, hogy egy ilyen pár kilós kis szondát a fénysebesség értelmezhető hányadára gyorsítottak fel vele a végén, tehát egy ilyen létraszerűen egymásra. És akkor ugye elgondolkoztam, hogy a fene egye meg, ez még lehet, hogy nem is akkora hülyeség. Mm-hmm. És akkor itt visszatok azt, hogy a sci-fi adott esetben akár még a tudományos gondolkodást is inspirálhatja. Mert a Proxima, amit mutatunk, 4¼ fényévre, ez egy nagyon szexi célpont. Erről éppen szerintem Gáborral beszélgettünk az előző adásban, hogy ez így, tényleg ezek nagyon jó ötletek, ugye, de
De ezt azért kivitelezni, ennek nagyon-nagyon-nagyon sok az emberi életre negatív hatása van. Hát, hogyha közel van a Földhöz, igen, de, igen. De azért messzebb az nem gond, tehát ugye a nukleáris meghajtás az igazándiból hosszú távon alapvetően az elképzelhető, meg nem csak a hasadásos, hanem akár, hogyha... A fúziós. Igen, a fúziós, ami mindig 30 év múlva lesz. Igen. Ugye ezt tudjuk, de hát, ha egyszer tényleg megvalósul. Meg hát vannak egyébként ilyen érdekes elképzelések, ezt éppen nem hallottam. Hát hallottam mást, ilyen, nem is tudom... Nem akarok nagyon is nagyon lilákat mondani. Van egy izotóp, az americium 242M, aminek ilyen rettentősen magas a hasadási hatás keresztmetszete, most én nem akarok tényleg nagyon belemenni. A lényeg az, hogy ilyen nagyon vékony rétegben is működik tulajdonképpen a hasadás, tehát még az is lehet, hogy egy olyan vitorlát csinálunk, ami gyakorlatilag hát ő maga az atomreaktor, és akkor így lögdösi a széthasadt atomokat hátra, és akkor szépen megy előre. Tehát vannak egyébként ilyen dolgok. Nem tudom, a NASA úgy tűnik, hogy nem nagyon akarja ezeket fejleszteni, még mindig csak az ilyen egyszerűbb dolgoknál tartunk, hogy akkor beindítunk egy reaktort, és akkor átfújjuk rajta a gázt, és akkor az lesz a rakéta. De lehet, hogy 100 év múlva már ilyen extra dolgokra is lesz lehetőség. Most van valamilyen érdekes hajtóm egyébként, ennek utána kell majd járjunk, mert csak egy elvített cikket láttam. Tehát, hogy vákumban tudnak előállítani, tehát tényleg hülyeséget leginkább nem akar. Nem nagyon tudtam értelmezni a cikket, de vákumban működő hajtómű. Tehát vákumra van szüksége, meg minimális energiára. És ennek utána fogunk járni, és erről majd beszélgethetünk egy másik műsorban. Valóban ez egy kicsit elviszi a dolgot, de ez erre mindenképpen szükség lesz, hogyha szeretnénk megtalálni. Van egy ilyen térhajtóműre. Nem baj, adjuk vissza a szót. A drive az egy általános eltűtás elméletből kijövő dolog. Tehát, hogyha a teret tudod görbíteni, hogy előtted össze, így görbül, mögötted úgy görbül, akkor ha sebességnél gyorsabban is haladni tud az a térbuborék. Na mindegy, szerintem is ez igen, nagyon elviszi. Lehet, hogy negatív tömeg kell hozzá, még nem. Hát, igen. Azt, hogy egyenletek elbírják, az egy dolog. De azt, hogy a valóság az micsoda, az egy másik kérdés. Figyelj, a hatost, ha berakod, igen, akkor javaslom, hogy térjünk rá szerintem a sokak számára legizgatóbb kérdéskörre, az értelmes igen, élet. Ezt akartam éppen mondani, hogy még egy területet nem érintettünk, és talán ez a legfontosabb, mert ugye az egy dolog, hogy a mikrobiális élet, vagy mondjuk az a fajta élet, ami nagyon-nagyon messze van, ugye azt mennyire tudjuk detektálni, érzékelni, de azért itt igen, tehát azért nagyon sokakban felvetődik az a kérdés, hogyha tényleg ennyire elterjedt az élet, akkor hogy a fenében nem látunk értelmes életet, és miért nem jut el hozzánk, ugye? Na, ugye ezt szoktam mondani, hogy minden egyes képlet megfelezi egy könyv olvasó táborát, ami azt jelenti, hogy ha egy könyvben van 10 képlet, akkor 1024 részére csökken az azt elolvasóknak a száma. Illetve minden egyes előadásban a képlet az megduplázza az éppen elalvó közönségnek a számát. És gyaníthatom egy YouTube csatornánál egy élő közvetítés, hogy minden egyes képlet megduplázza az éppen. Na jó, hagyjátok a fenébe, fiúk, ezzel a hülyeséggel lelépőknek a száma, de hát ez nem következik be. Ugye ez a értelmes... velünk egy időben kommunikációra képes civilizációk számát becslő formula, ami magában is nagyon sok szempontból megkérdezhető, hogy a Frank Drake-hez köthető a Drake formula, a hányan lehetünk, 61-ben fogalmazta ezt meg, és itt ezt mutatom most a Seti Orgul lelopott képpel, itt mellettünk. Én egyre hívnám fel a figyelmet ennek a képletnek, nem akarom egyáltalán megmagyarázni, mik vannak benne. Ha valaki nagyon akar, leállítja a közvetítés, ott van angol mindegyik betű fölött. A bal oldalon van az, hogy hányan lehetnek a rajtunk kívüli kommunikáció képes civilizációk. A jobb oldalon pedig mindenféle betűk, mindenféle tényezők. A közepén az FL, az az élet, gyakorlatilag kialakulási valószínűség, az, amire nem tudunk semmit. Igaz, és arra hívom fel a figyelmet, hogy a sok-sok komponens között a művelet, a matematikai művelet, a szorzás.
És a szorzásnak megvan az a rendkívül kellemetlen tulajdonsága, hogyha bármelyik tag benne nulla, akkor a végeredmény is nulla. És ez a nyomorult Drake, az a nyomorult helyzet áll elő, hogy a Drake formulában szereplő tagokból gyakorlatilag az első kettőről tudunk ma valamit csillagászati kutatások révén. A csillagok keletkezésére átállják, csillagok keletkezési sebességére, vagy csillagok számáról, illetve a bolygókkal rendelkező csillagok arányáról. Onnantól kezdve az összes többi tag, tök mindegy, hogy melyik micsoda, az ismeretlen, és a legvégén a nagy elbetű, az pedig a civilizációk élettartama, technikai civilizációk élettartama. Tulajdonképpen erről is csak egy alsó korlátunk van, mi ez felső korlát, valamilyen korlátunk van, hogy mi mondjuk 100 éve vagyunk technikai civilizáció, tehát az L az mondjuk legalább 100 év is akár lehet. Uh-huh. Szóval lényeg az, hogy ezt mind felszorozzuk, akkor kapunk egy bestést arra, hogy hányan lehetnek velünk egy időben, és itt rendkívül vad földidelezések lehetnek, az a sokak szerint akár az 1 millió is lehet, ez szerintem nem olyan nagyon sokan vannak ennyire optimisták, én nem vagyok ennyire optimista, csak én azt gondolom, hogy valószínűleg nem nulla ez az N, de nem tudjuk az. Igazán becsületes válasz az az, hogy nem tudjuk, hogy mennyi, és tényleg én nekem az a legnagyobb áttörés az ott lesz majd, amikor az FL ott közepén a negyedik tag az élet kialakulási valószínűségű. Legalább valami számszerűt tudunk mondani, mert jelenleg semmit nem tudunk. Az összes többiről sem tudunk semmit, az intelligens, meg kommunikációképes civilizációk. Az egy másik, ahhoz a híd, azon a folyón akkor megyünk oda, hogyha az a híd lesz az érdekes. Szóval a lényeg az, hogy ha azt tételezzük fel, hogy Drake-nek ez a megfogalmazása többé-kevésbé helyes, ezt is vannak, akik vitatják, akkor még pár pillanat teljesen a sötétben tapogatózunk, és megint csak oda jutunk el, hogy az értelmes civilizációk számát is inkább kísérleti úton lenne jó megbecsülni, és akkor itt jutunk vissza ahhoz, hogy amikor csillagászati megfigyeléseket végzünk, akkor nem is biztos, hogy biomarkereket, tehát életre utaló jeleket kell keresni, hanem inkább technomarkereket, és én azt mondanám, hogy dobjuk is ezt a hülye képletet, és ha 66-os berakod, akkor ezt megmutatnám, hogy konkrétan mire gondolok, és nem a boltbéli eladóval beszélgetek éppen, hogy konkrétan mire gondolok. Szerintem itt fog jönni majd, igen, hogy a az a legutolsó, ami egy olyan összefoglalás ennek az egésznek, ami a Drake formula, és akár a Drake formula válsága kapcsán is az ember fejébe fölötölhet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy biomarkereket kell keresni más csillagok körül, mert azon úgyis vitatkozni fogunk 100 évig, hanem adott esetben a mi naprendszerünkben kell, ez az köszönöm szépen, a mi naprendszerünkben kell az életet kimutatni, hogy erről beszélgettünk az első 1 órában, a bal felső kis sematikus ábrácskán levő dologról. Aztán, hogy a mi földünk múltját kellene megérteni jobban, és aztán igen, a technoszignatúrák, azok valójában sokkal evidensebben mutatnák azt, hogy máshol van élet. Ha egy csillagot találunk, ami a pi első 50-esét sugározza folyamatosan ismétlődő végtelen ciklusba, azt sokkal inkább fogjuk elhinni, hogy az nem természetes folyamat, hanem valami lény, valami értelmes dolog. De bármi más technomarker, tehát ilyen Dyson szférák, a csillagukat csapdázó, óriás megastruktúra, csillaguk sugárzását csapdázó civilizációk által megépített megastruktúrák, ha ilyenek vannak, a mai csillagászati megfigyelési technikákkal már felfedezhetőek. De ugyanúgy a rádiócsillagászok is éppen egy újabb forradalom előtt állnak, amikor a square kilométer örréjel az 1 négyzetkilométeres rádiótávcsövet megépítik a 20-as évek második felébe. Tehát akár a rádióhullámokon keresztül hallgatózás, akár az optikai SETI, és hangozzékel itt el ez a betű szó, ami ezen a területen megkerülhetetlen. Itt Magyarországon Almár Iván volt az, aki ezzel nagyon sokat foglalkozott, és nagyon sok nagyon érdekes előadást tartott, könyveket írt, cikkeket itt ebbe a témakörbe. Ugye a Search for Extraterrestrial Intelligence, az földön kívül értelmes intelligencia keresése, az lehet, hogy előbb fog eredményre vezetni, mint mondjuk a James Webb-es molekula vackolódás. Uh-huh. Ugye ez az ábra is annak a Smith és Matisse kettős szerzőpárosnak a cikkében, hogy második ilyen ábra, mint az előbb már mutattuk, hogy a különböző emissziós vonalkák, és az, hogy
szerintük, az ő józa megfontolásuk szerint mire kéne inkább fókuszálni a tudománynak, ha asztrobiológiáról akar beszélni. És akkor ott a bal alsó sarokban is egyébként, ha kicsit visszazoomolsz erről, akkor ott a mesterséges élet ki a létrehozása ugyanúgy fölmerül, hogy az adott esetben többet mond minden James Webb spektrumnál, ha sikerül mesterségesen életet kreálni. De én, mint nagy sci-fi fan, és ez a záró mondatom ebbe a mikroblogba, az az értelmes lényeknek a valamilyen szinten történő kimutatás, de most még nem akarom lelőni a ehhez kapcsolódó fő gondolatomat, átadom inkább Gábornak a szót. Gábor, te hogy látod az intelligens lét kérdését és ennek detektálását? Mert azért, igen, azért ez talán nehezebb lesz látni, nem? Nem biztos, hogy nehezebb lényként látni. És valaki mondta is, már nem tudom pontosan, hogy kicsoda, hogyha intelligens élet nyomait keressük, akkor lehet, hogy először körül kéne nézni valahol itt a környéken, nem tudom, Holdon. Hogyha 1 milliárd éve ott járt valami intelligens lény, lehet, hogy olyan nyomot hagyott, hogy annak az egyértelmű például. Tehát ilyen szempontból is lehet érdekes mondjuk a Mars kutatása, vagy a Hold kutatása. Érted, akkor most beleütköztünk valamibe, hogy nekem van egy fiatalkori bűnöm, ugye ez az intelligens dinoszaurusz, hogy például akár a Földön volt-e már intelligens élet. Szerintem a helyes válasz erre az, hogy nem tudjuk, és kizárni sem tudjuk. Igen, kizárni sem tudjuk, és ilyen szempontból érdekes ezek a technoszignatúrák, tehát hogy van-e esetleg valamilyen nyoma annak, hogy esetleg intelligens élet volt-e a Földön, alakult-e ki a Földön, vagy volt-e a Földön. De nem akarom nagyon hosszan ezt lecsetelni, valamikor hozzákezdtem egy könyvhöz ezzel kapcsolatban, de végülis nem fejeztem be soha. Egyébként, ja igen, ez látszik, ez a cikk, ez hát lassan 30 éves lesz. Tehát igazából létezett a ezeket a képeket gondolat. Megmutogatom, jó? Amiket ide betettél ebbe a mappába közben. Tehát létezett egy ilyen gondolat, bár én lehet, hogy erről nem tudtam, hogy mi lett volna, hogyha a dinoszauruszok nem halnak ki, akkor belőlük kialakult volna egy intelligens faj. És akkor én elkövetkeztem az ereknek gondolatot, hogy hát tulajdonképpen jobban utána gondoltam, és akkor kiderül az, hogy tulajdonképpen simán elképzelhető, hogy tehát az alapján, amilyen intelligenciájú dinoszauruszt ismerünk, ugye a kövületeket nem ismerjük olyan jól, stb. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy vajon felfedeznénk-e, kapásból tudnánk-e, hogyha valóban létezett volna mondjuk egy intelligens dinoszaurusz faj, és akkor hát az én nagy bűnöm az volt, hogy akkor azt mondtam, hogy nézzük meg, és egyébként tulajdonképpen itt Debrecenben az atommagkutatóban csináltunk egy kísérletet. Én, mint diák, és két komoly szakember, akik közül egyébként már egyik sem él, az egyikről ránevezték a környezetfizikai laboratóriumot, ez helytelen de volt, hogy a mérésten 2 évvel egyébként meg is halt autóbalesetben. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy érdekes dolog, hogy hogyan tudnánk azt bebizonyítani. Egyébként ezek érdekesek, ezek a képek, tehát mi lett volna, ha a dinoszauruszokból kialakul egy intelligens lény, és akkor hát látszik, hogy itt ilyen barlangrajzok is vannak, ilyen dínós barlangrajzok. Nyilván nem fedeznénk fel, mert tehát a 65 millió vagy 70 millió év alatt a kőzetlemezek annyit mozognak, tehát ugye nincs arra esély, hogy bármilyen konkrét civilizációs nyomot találjunk. Én azt mondtam, hogy akkor egy izotópot keressünk, és az érdekes, hogy ez tulajdonképpen meg is volt. Ez jelent meg abban a cikkben, amit ott látszott, hogy tulajdonképpen hát nagyon nem akarok belemenni technikai részletekbe, atommag hasadásnál, urán vagy plutónium hasadásnál keletkezik a Xenon 129 izotóp, és akkor az millió éves felezési idejű, de hogyha beépül a kőzetekbe, akkor az ott lebomlik, vagy bocsánat, jód 129, és lebomlik Xenonnál, tehát egy nemes gázzal. Mit keres a nemes gáz a kőzetben? Hát nem sok minden, tehát a kőzetben nem sok nemes gáz van, és akkor, hát ez volt a kísérlet lényege, hogy
kigázosítani egy kőzetet, megmérni a xenon izotóp arányát, és a 129 ilyen élesen kiugrott, tehát igazándiból, mert a kőzet minta az a dinoszaurok kialásának korából, tehát a kréta-tercia határól származott, most így nem tudom pontosan megmondani, hogy Maastrichtból, vagy Olaszországból, Gubbióból, hát, hogy is mondjam, tehát ez egy érdekes mérés volt, igazából azóta nem történt ezzel kapcsolatban semmi. Uh-huh. Néha úgy emlegetik, hallottam a YouTube-on egyébként volt, aki emlegette, mert ugye ez a cikk egy viszonylag ismert ilyen dinoszaurusos magazinban jelent meg, tehát a dolog tulajdonképpen egy picit úgy bogarat tett sok embernek a fülébe, és akkor azért mondom, hogy nagy bűnöm, mert aztán ugye elterjedt ez a dolog, hogy gyík emberek, stb. Tehát, ahhoz nekem nincs közöm, de, uh-huh. de igazából ez a gondolat, ez tulajdonképpen még a diákkori önmagamtól származik, hogy akkor nézzük meg, hogy tényleg volt esetleg intelligens élet már a Földön. Mert egyébként ez az érdekes kérdés, mert hogyha volt, akkor az a tényező az előbbi Drake egyenletben, hogy mekkora az esély az intelligens élet kialakulására, akkor az egész nagy. Tehát, hogyha van élet, akkor hogyha mondjuk már azt be tudjuk esetleg bizonyítani, hogy már másodjára alakul ki a Földön intelligens élet, akkor az azt jelenti, hogy nagy az esély az intelligens élet kialakulására, viszont sajnos nagy az esély arra is, hogy elpusztítja önmagát az intelligens élet. Tehát ilyen szempontból ez érdekesen befolyásolhatja az egyenletnek a végeredményét, hogy mondjuk egyszer majd talán megtudjuk, hogy mi történt pontosan mondjuk akár a dínokkal. Azóta tudom, nagyon elterjedt ez a meteorit becsapódó dolog, van azért azzal jó sok probléma, tehát attól, hogy egy elmélet népszerű, még nem feltétlenül igaz, lehet akár igaz is, majd a jövő eldönti. Egyébként ehhez csak részben oldalirányból csatlakozik, én Sánszi Krisztián barátom, vagy kisbolygó felfedező, már emlékszem, 20 év ezelőtt kérdeztem a Piszkés tetőn a kupolába, hogy amikor már ott van, ott járunk, és sok százezer kisbolygót ismerünk a naprendszerbe, akkor most már 1 millió fölött jár a katalogizált nap körül mozgó, pontszerű parány égi testeknek a száma, mert az az alapföltevés, hogy sziklák, ilyen sziklás égi testek, hogy vajon ha valamelyik egy idegeneknek elpuszt, idegenek által magára hagyott pusztán gravitációs tér hatás alatt keringő üres űrhajó, azt ki tudnánk-e zárni? Vagy észrevennénk-e egyáltalán a 1 millió kisbolygóra vonatkozó megfigyelési adatbázisból, és tulajdonképpen a döbbenetes válasz az, hogy nem. Mert legtöbbről az 1 millió mondjuk 900 ezerre semmi más nincs, mint mit tudom én néhány éven keresztül néhány pozíció mérés ilyen fénypontokról. Tehát semmi részletes vizsgálat nincs a 1 milliónyi kisbolygónak a 99,9%-áról. Nyugodtan lehet bármelyik egy magára hagyott űrhajó, amit 1 milliárd évvel ezelőtt ott hagytak nekünk, és azóta is kering a nap körül. Szóval itt megint csak azt mondja az ember, hogy tág tere van a fantázia szárnyalásának, és ez az asztroarcheológia, az nem csak a Földön művelhető valóban, hanem akár a Holdon is, akár a kisbolygókon is, ahol nincs olyasfajta erózió, meg ez a kéregmozgások, ez a mi a franc? Tektonikus. Lemez tektonika, mint a Földön, ott megőrzi a múltat. Tehát nyilvánvalóan ez egy olyan kérdés, amit nem lehet ignorálni. Hogy van-e eszközünk megvizsgálni ezeket a kérdéseket, arra valószínűleg jelenleg nem a válasz. De hogy igen, nem feltétlen kell a fényévek százaira, vagy ezreire, vagy millióira gondolni, még akkor sem, hogyha az ideg értelmes civilizációknak a lehetőségről beszélünk, és akkor még a klasszikus ufózásnak a mezeire még csak be se léptünk, ahova én nem nagyon szeretek belépni. Pedig, ez egy nagyon ingoványos talaj. Én megmondom őszintén, hogy én ezt mindenképpen be akarom emelni az adásban. A lehetőség, ahol az most már nem éri el, hanem igen. Mi is volt a unidentified anomalous phenomena. Ez a milyen? Anomalous, igen. Anomális. Azonosítatlan anomális jelenség,
Ugye az, hogy az egy valami, az szinte biztosak igen. lehetünk, meg az egy valahova, az is biztos, mert általában mozgó, de az, hogy valamiért, itt is szoktam azt mondani, az, hogy valamiről nem tudjuk, hogy micsoda, abból nem következik az, hogy az idegenek űrhajója. Uh-huh. Az egy hatalmas nagy logikai ugrás, uh-huh. ami teljesen talán. Uh-huh. Ez a problémám ezzel a klasszikus UFO-zással, vagy UAP-zéssel. Mielőtt ebbe belemennénk, én azért ezt hagyd vezessen fel, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Azzal kapcsolatban, hogy a tudományban nagyon kényelmesen mozgó embereknek ez mégis, ez egy mennyire kellemetlen terület. Most az evilőbb, az csak egy dolog, arra is visszatérhetünk majd egyébként, kíváncsi vagyok a véleményedre. Erről mi csináltunk itt egy videót, és én kifejezetten végignéztem ezt a 4 órás panel beszélgetést, amit a NASA ugye lezavart. És azért nagyon sok érdekes dolog hangzott el, többek között felvételeket osztottak meg, sokkal gyakrabb az, hogy ezeket a gömbszerű, 1-2 méter átmérői dolgokat érzékelik. Ugye ez azért önmagában is már egy érdekes dolog, meg eleve az, hogy a NASA erre tehát erőforrást és szakember gárdát verbuvál, hogy valamilyen szinten ezt kivizsgálja. Ami engem talán még inkább lekötött mostanában, az ugye ez a bizonyos kongresszusi meghallgatás. Ami, én tudom, olvastam, megnéztem dolgokat, és nagyon-nagyon sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban, de azért nem lehet úgy elmenni amellett a dolog mellett, amit hallottunk. Azért itt, tehát hogy mondjam, eleve kezdjük azt, hogy pilóták észleléseiről van szó. Tehát kereskedelmi és katonai pilóták. Tehát olyan emberekről beszélünk, akiket azért végzik ezt a munkát, mert iszonyatosan jó megfigyelő képességük van. Tehát pontosan azért, mert könnyen tudnak reagálni bizonyos szituációkra, legyen ez megint csak mondom kereskedelmi vagy katonai terület. És ugye volt egy kongresszusi meghallgatás, ahol volt 2 darab pilóta is, mind a 2 F-18-as pilóta volt, akik a hadsereg kötelékében dolgoztak, és ugye azóta visszavonultak. Plusz van egy harmadik, egy Grush névre hallgató úriember, aki viszont egészen pontosan, én ezt ki is írtam magamnak, hogy 14 évig volt titkos szolgálati tiszt az amerikai légierőnél, 2021-23-ig pedig a Nemzeti Térinformatikai űrügynökségnél dolgozott, feladata az anomális jelenségek és transmédium objektumok elemzése volt. És most volt egy ilyen kétpárti, tehát egy teljesen pártokon felülívelés, azért azt nem kell bemutatni, hogy Amerikában a két oldal az azért mindenben szeret nem egyet érteni. És most volt egy olyan meghallgatás, ahol azért nagyon komoly dolgok hangzottak el, és én kíváncsi vagyok, tehát például tehát az, hogy megfigyeltek objektumokat is, hogy hihetetlen módon tudnak mozogni, és tehát olyan fizikának teljesen ellentmondó dolgokat végeznek, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Tehát videófelvétel van róla, nem egy, nem kettő, megfigyelések megint csak megbízható forrásokból, és hogy ezzel a tudomány mit tud kezdeni? Mert azt látom, hogy valamilyen szinten ez egy új fázisba kezdett lépni, pláne azért, hogy a NASA is azért a nevét adja hozzá is, és azt mondják, hogy oké, nézzük meg, hozzunk létre egy olyan szervet, ahol ezek a pilóták, ha látnak valami érdekeset, akkor ne az legyen, hogy na hát hülye vagy, meg kirúgnak, hanem legyen egy olyan platform, ahol tényleg megpróbálják egy minimálisan is komolyan venni. És ezt azért tartom érdekesnek, mert ugye, amiről eddig beszéltünk, próbáljuk az élet jeleit megtalálni. És valamiért, mi is nagyon szkeptikusok vagyunk ezzel a témet, és nem véletlenül nem is mentünk a közelébe sem eddig, de ez lehet, hogy valami olyan dolgot indít most el, olyan dolgok derülnek ki, politika természetesen lehet, hogy abszolút nem akarta ezeket nyilvánosságra hozni, mert hogy minden ország ugye a saját pecsenyét sütögeti. Mit szóltok ehhez? Most Gáborral kezdeném, ha nem probléma. Hogy ti mit szóltok ehhez? Tehát hogy álltok ehhez az egész kérdéshez úgy, hogy ne redukáljátok le magatokat nevetséges szintre, ugye, mert hogy az UFO-kkal foglalkoztok, vagy a UAP-kkel, vagy UAP-okkal. Hát én ilyen szempontból biztos, hogy mazsola vagyok, tehát hogy én ezzel a témával nagyon nem foglalkoztam. Uh-huh. Nekem egyébként egy picit mindig az a gyanús, amikor egy filmen is ugye látjuk, hogy
hogy jönnek az UFO-k, és akkor Amerikát támadják, az USA-t támadják meg, meg nem is tudom, az amerikaiak mentik meg a világot, ilyesmit, tehát, hogy amikor az ember azt látja, hogy ezek a dolgok ilyen nagyon USA központúak, akkor legalábbis bennem egy ilyen szkepticizmus merül fel, hogyha jön egy nem is tudom, egy idegen, intelligens lény valahonnan a maga űrhajójával, és akkor tegyük fel, hogy úgy dönt, hogy leszáll a Földön, nem tudom. Akkor miért pont ott szállna le? Tehát, hogy ugye vicces film volt a Men in Black, az egy aranyfilm volt, nekem is tetszett, úgy voltam vele, hogy hát még akár igaz is lehet, nem tudom, fogalmam sincs. Én megmondom őszintén, tehát annak tudatában, hogy tehát amennyit tudok az űrkutatásról, én nem sok rejtélyt látok, megmondom őszintén. Tehát egyszer beszélgettem egy ismerőssel, és akkor így mondtam neki, hogy mivel foglalkozom, űrkutatás, meg akkor én mondtam, holdbázis, marsbázis, ilyesmi. Akkor azt mondta, hogy jaj, hát akkor te a titkos űrprogramon dolgozol. És mind néztem, hogy mi ebben a titkos, ilyesmi. Rákerestem az internet, és kiderült, hogy van egy egész, ilyen, hogy is mondjam, ilyen, egy óriási történet erről a titkos űrprogramról, hogy kik mit csinálnak, hogy csinálnak, stb. És akkor hát most így mondjuk nyíltan, úgy volt marhaság az egész, ahogy van. Tehát, hogy meg hát, hogy is mondjam, tehát én részesültem abban a szerencsében, hogy nem is tudom, olyan konferencián, ha nem is feltétlen élőben, de ott legyek, ahol nem is tudom, szóval ez a igazgató helyettese a DARPA igazgatója, hogy a DARPA az ilyen, ha nem tudom pontosan megmondani, és picit ilyen tudományos fejlesztéssel, űrkutatással, haditechnikával foglalkozó szervezet, vagy akár az ESA igazgatója, és akkor én, tehát ilyen szempontból én látom azt, hogy nincs titkos űrprogram. Tehát az űrprogram, de ezt szerintem neked nem is kell mondanom, hogy az orrunk előtt zajlik, és én azt tapasztalom sokszor, hogy az emberek, ugye, tehát a CGI, ugye a számítógépes technikával rajzolt filmek elterjedése, az nagyon sok embert megzavar, és azt hiszik, hogy a valóságot látják. Ez egy érdekes dolog, hogy amikor mondjuk például felraktam a Facebookra a táncoló robotokat, ugye a Boston Dynamics-től, meg senki nem lájkolta, mert én ilyet egy csomót láttunk, mert azt CGI, láttuk már, hogy ugye az egy teherautó, az robottá alakul meg. És akkor az embereknek ez úgy nem jelent, hogy is mondjam, semmi különöset. Tehát, hogy nagyon, tehát a mozi az ugye nagyon keveri a valóságot a fantáziával, és én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor nincs meg a határ. Tehát, hogy na akkor ebből mi is a valóság, és akkor mi a fantázia. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy ezek az űrprogramok valójában teljesen nyíltan zajlanak, semmi titkos nincsen, igen gyakran messze-messze nem tartunk ott technológiailag, hogy amiket néha emberek feltételeznek, hogy miket tudnak a nem is tudom, az űreszközök, vagy bármi ilyesmi. Tehát utol lehet érni egyébként a filmeknek a hatása. Hogy mondjam, tehát van egy ilyen szkepticizmusom, amit tapasztalok, hogy is mondjam, egyrészt ugye ennek az egyszerű verzió az, hogy miért pont mindig Amerikában szállnak le az UFO-k, mikor mondjuk Oroszország sokkal nagyobb. Jó, persze egyébként Oroszországban is vannak ilyen UFO észlelések, de hát én megmondom őszintén, hogy én eléggé szkeptikus vagyok ilyen szempontból, tehát de ugyanakkor hozzáteszem, hogy olyan nagyon mélyen én ezzel a témával nem foglalkoztam, tehát egy picit úgy vagyok vele, hogyha jönne egy idegen űrhajó, és most tényleg leszállna valahol egy lakott településen, vagy bármi ilyesmi, akkor hát a média az azonnal, és
Tehát akkor nem csak elmosódott képek készülnek, hanem akkor, na, akkor ott van a csápos fickó, és akkor hát ez egyértelmű, hogy ő nem a földről jött, és akkor hát nem tudom. Tehát ugye én ezért vagyok egy picit szkeptikus, mert ezek a felvételek igen gyakran akkor elmosódottak. Hogy is mondjam, az eseményekre nincsen bizonyíték, stb. Tehát, hogy én, mint tudós, ugye nem szívesen merészkedek ilyen ingoványos talajra, hanem akkor azt mondom, hogy hát lehet, hogy ez rossz hozzáállás, de hogy akkor nézzük a csillagokat, és akkor keressük meg ott, hogy ott lakik-e valaki. Na most azért, mielőtt átadnám Lacinak a szót, azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert itt nem Jóska Pista a telefonjával készített valamit, hanem itt az amerikai légierő felvételei. Események, tehát olyan beszámolók, amit, tehát hogy mondjuk józan is szebb belegondolunk, mondjuk az a két úriember, aki részt vett ezen a kongresszusi meghallgatáson, és ők pilóták voltak, tehát egy pilóta, szerintem az, hogy te az amerikai légierő nagyon magas beosztású pilótává váljál, ott egy egész karrier van mögötted, az egész életedet teszed fel. Na most az, hogy ő blindre bemondjon olyan dolgot, hogy mondjuk nyugodt időben láttak valamit, egy új radar teszteltek, egy új radarrendszert, és akkor egyszerűen 24 kilométerre, 6 kilométerre hirtelen lesüllyed, aztán felkavarja kicsit a vizet, megpróbálják megközelíteni, eltűnik, és egy perc múlva érzékeli a légierő 100 kilométerre alébb. És hogy mi van ebben a pilótának, tehát miért vállal be valaki olyat, hogy egy ilyen észlelést mondjuk bejelent, tehát miért hazudna be valaki ilyet? Hogy miért tenné meg? És ezekről felvételek vannak. És ezért mertem én is hozzányúlni. Hát ugye már itt a szót. Szerintem nem hazudik egyik sem. Tehát én nem tételezem bárkiről is, hogy hazudna. Én azt gondolom, hogy látnak valamit, amire nem tudják, hogy micsoda. Ugye amikor optikai képeket elemeznek, az a legveszélyesebb terület, mert ott az illúzióknak a végtelen területére kerülhetünk. Ugye, hogy konkrét radarmérés mennyi van, ahol ilyen UAP-ket detektáltak volna, hogy ennyi kilométerről, annyi kilométerről, ezt nem tudom. Amiket ugye a sajtó, ezek mind ugye optikai képek, akár optikai infravörös, tehát ezek képalkotással következő valami. Igen. Ugye, optikai képek a távolság nem látszik. Onnantól kezdve, hogy nem tudod, hogy milyen magasan van, onnantól kezdve a valódi térbeli sebességét sem tudod megbecsülni, tehát az illúzióknak a tárháza rendkívül széles. Az, hogy látnak valamit, és nem tudják megmagyarázni, az szerintem egy teljesen valós ténykérdés. Ha legyünk lefelé a populációnak a égi jelenségekben gyakoroltabb része felé, akkor ugye az van, hogy nagyon sokan még a teliholdat is úgy látják, hogy amikor autóból nézik a kellő teliholdat, hogy valami nagy gömb üldözi őket, mert a fákhoz képest úgy néznek együtt menni, ez egy nagyon gyakori illúzió. Ugye miért pilóták látnak sokat? Azért, mert a pilóták azok folyamatosan néznek. Tehát tetszik, nem tetszik, ők azok, akik ott úgy, na, az Úristét mi a fenét csinálják, hát nézek kifelé az ablakon. Igen. Ugye én a megfigyelő csillagászként nagyon sok éjszakát töltöttem a csillagos ég alatt, Magyarországon, aztán Ausztráliában, aztán Magyarországon, amatőrként kezdtem, tényleg 35 éve gyűr, sőt 40 éve gyűröm ezt a távcsöves nézelődési part, és sohasem nem láttam olyat, amiről aztán végül nem tudtam volna azt mondani, hogy ez valami. De ez nem azt jelenti, hogy más nem láthat olyat, amiről nem tudja, hogy micsoda. Tehát az, hogy ilyen politikai korrekt név kijegecesedett, hogy unidentified anomalous phenomena, tehát ismeretlen anomális jelenség, ez azt mondja, hogy az amerikai hadsereg is, meg a NASA is elismeri azt, hogy vannak dolgok, amit nem tudnak megmagyarázni. Van a pont. Minden más ezen túl, az már a fantáziára van bízva. És én nekem, megmondom őszintén, nekem az valószínűleg megtűnik, hogy akár a kínaiak, akár az oroszok, akár az indiaiak, tehát földi hatalmak, akik adott esetben próbálnak valamilyen módon úgymond kémkedni, vagy bármi más, hogy tesztelnek új technológiákat,
De még ebben sem nagyon hiszek, megmondom őszintén. Én inkább tényleg a mindenféle természeti jelenség és az optikának a csodálatosságára vezetném legtöbbet vissza. Mert én magam is űrprogramban részt vettem. Egy egyszerű űrtávcsőhöz 1%-os magyar partnerek voltunk, de beleláttam az Európai Ügynökségnek a működésébe. A világ sokkal unalmasabb, mint a hollywoodi filmek, ahogy bemutatják. Sokkal unalmasabb. Az, hogy egy eszköz megvalósuljon, ezt egyszer egy ESA eseményen hallottam, legalább annyi papír születik. Tehát egy tonnás űreszközhez legalább egy tonnányi papír dokumentál születik, mire megvalósul az a dolog. És ezek a nyilvánosság előtt zajlanak. Amikor jönnek az UFO-záshoz kicsit hasonló, ott a kommentekben is láttam, aki fő azt, hogy nem is volt holdutazás, meg a mit tudom én, micsodák. Uh-huh. Ott az van, hogy ezekben ember ezrek, tízezrek, akár százezer vesz részt. Ennyi ember nem tud titkot tartani. Uh-huh. Ezek a titkos programoknál nagyon nagy a hitfaktor, hogy az ember azt elhiggye, hogy ott akkor ilyen árnyék hatalom, meg mit tudom én, még szoktak ilyen megnevezések lenni, a világ szerint sokkal unalmasabb. De ott a nagy de, én nem merem azt kimondani, hogy egy UAP mögött sem lehetett adott esetben idegeneknek a szondája. Az igazán becsületes válasz az, hogy nem tudjuk. És ami szerintem egy pozitív és előremutató, én mindig próbálom minden helyzetben megtalálni a pozitív és előremutató gondolatot, azt kimondták, hogy érdemes vele foglalkozni, és kutatni kell. Érdemes kutatni, érdemes rá forrásokat adni, és nem csak már politikusok kiárják a kedvenc pet projektjükre, hogy adjanak pénzt, és akkor foglalkoznak teljesen nonsens hülyeséggel, hanem úgymond a hivatalos szinten is foglalkoznak vele, aztán majd lehet, hogy 10 év múlva oda konkludálunk, hogy van valami fura természeti jelenség, amit eddig nem is ismertünk itt a mi földünkön is, nem lehet kizárni. Tehát a nem tudjuk mögött ott van a teljes fantáziavilág. Ha nem tudjuk, akkor bármi lehet, csak az ember nem érzi nagyon valószínűnek, mert igen, miért mindig Amerikában, miért mindig angolul, miért mindig nem tudom mi, és ha megnézed, a cukicicás képeknek a minősége az elmúlt 15 évben, amit mondjuk 16 éve van Facebook, mondjuk 16 évben folyamatosan nőtt. Most már a Search-in bókon a legkisebb tetűpiszkot is látod, olyan minőségű képeket osztanak meg a userek a cukicicákról. Az UFO-s képek meg ugyanolyan minőségűek, mint 30 éve. Uh-huh. Életlen, nem mozdult, nem látszik rajta semmi. Tehát nagyon nehéz hinni abba, hogy amiről nem tudjuk valójában, hogy micsoda, az az idegeneknek az űrhajója. De egyetértek veled, hogy egyáltalán ezt a témát ide ráncigáltad, nem jött ez magától, nem kellett ezt ráncigálni. Ennél a kérdéskörnél létezik-e élet Földön kívül, ezt a kérdéskört álszentség lenne kikerülni. Én magam is felveszem azt az álláspontot, amit Gábor mondott. Ma nem vitatkozunk, valahogy nem tudom, egymást úgy jó, nagyon jó készítjük én. Nem az a két oldal, akkor vitatkozzunk valamin, hanem valójában más nézőpontból világítjuk meg ugyanazokat a kérdéseket. Én abban nem tudok hinni, uh-huh. hogy ez egyen lények lennének, azt el tudom fogadni, hogy ezzel foglalkozni kell, uh-huh. de a tudománynak van egy eszköztára, uh-huh. a tudományos módszer. A tudományos módszernek az egyik legfontosabb ismérve a reprodukálhatóság, a megismételhetőség. Egyszeri eseményekből, amit aztán soha többet úgy olyan formában nem tudunk reprodukálni, az egyszerűen a tudományos módszer leáll. A nullával való állás következik be. Leakad a rendszer. Legalább még egyszer egy ugyanolyat lássunk már, vagy kapjunk róla megbízható adatot, hogy a Földet a USGS, ugye a US Government Sensors, egy teljes szenzorhálózat körbeveszi a Földet. Micsoda meglepetés, hogy mondjuk Sáneszki Krisztián mindkét becsapódó kisbolygóját érezték, érzékelték a Földünket az űrből figyelő kormányzati szenzorok. Uh-huh. Tehát egy 3-4 méteres vacak behullik mondjuk a Észak-Atlanti óceán térségébe, Izlandtú északra, Grönlandtú keletre, 4 kilotonnás robbanást okoz, ugye ez volt tavaly márciusban,
azt érzékelte a USGS, mint az elmúlt 30 év, mit tudom, a hanyadik legnagyobb robbanása a földi légkörben. Tehát meglepően és nagyon érzékeny szenzorok figyelik a Földet folyamatosan. Tehát ebbe az, hogy itt ilyen kozmikus lények itt rohangásznak leföl, abban nagyon nehéz színi az, hogy látnak, és valamiféle illúzió áldozatául esünk, az sokkal könnyebb föltételezni és ebbe hinni. De, megint csak, de valójában nem tudom. Uh-huh. Én szabadon engedek, csak nem érzem valószínűleg. Én megmondom nektek őszintén, hogy ugye, tehát én legalábbis nagyon-nagyon új vagyok a tudományban, nem is értek hozzá, nagyon szeretem, és nagyon abszolút, tehát ezért hoztuk létre ezt a platformot, hogy hozzátok hasonló értelmes tőlünk, az átlagembertől sokkal értelmesebb és sokkal több információval bíró emberekkel beszéljünk, ugye. És én is így álltam ehhez hozzá, de tényleg, javaslom, hogy nézzétek majd, ha a képernyőt, amit osztok nektek, és a nézők is látják, hogyha ezt egy picit nézitek, direkt ezért csináltam meg ezt a videót. És tudom ajánlani, hogyha nem is a 4 órás panelbeszélgetést nézzétek meg, de itt konkrétan 3 példát is felhoznak a NASA panelbeszélgetése során. És ezek felvételek, tehát drón, ugye mindenki tudja jó, hogy manapság repkednek a drónok mindenfelé. Az amerikai légierő azért mindenhol ott van. És ugye biztos láttátok, ez a pilótafülke nélküli propelleres drón. És hogyha én ebbe egy picit beletekerek, akkor én megmutatom, hogy azért itt nagyon komoly felvételeket tettek nyilvánosságra, és konkrétan, tehát NASA által ez a drón felvétel egyébként, amiről szó van, és olyan felvételeket mutogatnak, ami azért mindenféleképpen önmagában itt van. Azt mondja, hogy... Tehát le is írják, hogy mekkora, tehát ez egy normális NASA dokumentum. Leírják, hogy milyen magasan látták, mikor, mekkora átmérőjű, ezeket mind detektálták. Mert hogy ugye ezek az eszközök, ezek szenzorokkal vannak felszerelve. És konkrétan felvételeket is megosztottak, és az úr mondja is, tehát nézzétek meg, például itt valakit megfigyelnek, és valami elhúzott. És hirtelen a szenzor elkezdi követni, és ezek valós katonai felvételek. És tehát továbbra is azt mondom, kép. Értem, kép értem meg... de amit mondani akarok, tényleg ajánlom, hogy nézzétek végig azt a 4 órás panelbeszélgetést, mert abban elmondják, hogy innentől kezdve arra fog a NASA speciálisan erre a feladatkörre kijelölt gárdája szakosodni, hogy akkor nézzék meg, hogy ez bocsájt ki-e sugárzást, hőt, tehát nem csak optikai tartományban, hanem elkezdjék konkrétan, és havi több száz ilyen észlelés jön be. Azt mondják, hogy ilyen gömböket mindenhol látnak a Földön. És ezt mondom, tehát NASA. Tehát ezt nem csak valamelyik... Több száz, amiről nem tudják, hogy micsoda, én ezt kérem, megkérem, szerintem néhányról beszéltek, amiről nem tudják, hogy micsoda, és mondom, nem havonta. Érdemes végighallgatni, ezért mondom, mert ez... Pont valami rádiónak nyilatkoztam erről a dologról, és akkor belenéztem akkor, és, igen. És mondom még egyszer, az örömteli, hogy ezt fölvették, mint kutatandó témát, uh-huh. De a képek elemzése az kevés, és addig, ameddig nincs más típusú detektálás, addig... Uh-huh. A Bakos Gáspár, egy régi barátom, a Princetoni Egyetemnek a asztrofizika professzor, ő működtet exobolygó kereső távcsöveket, ez a HETNET, illetve a SouthHET távcső hálózat. Ezek a Péceli műhelyben készülnek itt Budapest mellett, Hawaii-szigeteken, Arizonában, illetve Chilében, Namibiában és Ausztráliában működnek. Őt ki konkrétan megkeresték adott esetben, hogy ne csak éjjel működtesse. Talán, Gazi, bocs, hogyha ezt elárulom, és nem kellett volna, de egyszer említette valamelyik beszélgetésben, hogy keresték ilyen gondolattal, hogy a nappali eget is kezdje el fotózni, hogy adott esetben ilyeneket lásson. Nem tudom, hogy belemente, csak tudom, hogy megkeresték. Igen. 2 évvel ezelőtt talán. Tehát ne legyünk, hogy mondjam, tehát ne legyünk élből elzárkózóak, csak azt mondom, hogy a témát nagyon vastagon leöntötte már az ufózás szósza az elmúlt mondjuk 70 évben, és ebből kiszedni azt, ami aztán adott esetben valami, az még azért igény az empirikus adatokat, és térjünk erre vissza szerintem még 5 év múlva. Egyedül csak és kizárólag azért mentünk közel, mert a NASA
kezdett el vele foglalkozni. Akármilyen csatornál láttam volna, abszolút tovább kattintottam volna. De onnantól kezdve, hogy a NASA az, akinek a, tehát aki, aki az univerzumot kutatja, az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb szervezet, ugye? És azért a csillagok, tehát a távcsövek, tehát minden, ami az univerzumhoz tartozik, abszolút elfogadjuk az ő véleményüket. És ezért gondoltam, hogy beemelem ezt, higgyétek, én nem vagyok nagy ufózós egyáltalán. Én nem szoktam erről beszélgetni, csak is kizárólag a NASA miatt gondoltam, hogy ezt behúzom, mert érdekes lehet, hogyha ők elkezdenek ezzel foglalkozni, és kell is tudományos szempontból megközelíteni, ugyanúgy, ahogy bármi mást elemeznek szakemberek, igenis, több szempontból megközelítve, objektíven. És ha így van, akkor igenis szerintem tudnunk kell, hogy ez full kamu, és ezt be is tudjuk bizonyítani, hogy ez totál kamu, és akkor tényleg lépjünk tovább, és marad a realitás. Szerintem lehet, hogy egyszer lesz egy olyan érdekes áttörés, mint amit most a dél-koreaiak hoztak ki a szobahőmérsékletű szupravezető anyagról, mint egy K22, vagy mi a francia jelzés, hogy egyszer csak kijön valami, amit senki nem várt. Én csak szurkolni tudok, mint sci-fi fan, én csak szurkolok annak, hogy legyen itt egy ilyen típusú áttörés, mint a szobahőmérsékletű szupravezetés, vagy egyszer majd a működő fúziós energia termelésnél. Igen. Gábor? Én már annak is szurkolok, hogy az a szobahőmérséklet szupravezető is tényleg működjön, mert lehet, hogy én túl szkeptikus vagyok, de azért abban sem... Valami kínaiak reprodukálták azt, majd videót kiraktak, hogy ott lebegtetik a valamit ugyanazzal a vacakkal. Hát ebben régóta reménykedtünk, hogy valami ilyesmi. Bár annak idején valaki, nem tudom, valahol olvastam, hogy talán erre leginkább az esélyes a fémes hidrogén, ha egyszer sikerül előállítani ugye hidrogénből fémet, és akkor, hát nem tudom, meglátjuk. Én egyébként ugye tényleg úgy vagyok vele, hogy én egyáltalán nem zárom ki azt, hogy mit intelligens élet létezik az univerzumban, mondjuk nálunk esetleg jóval fejlettebb, nem biztos, hogy azzal nekünk érdemes találkozni. Ugye ezt szokták emlegetni ugye az indiánok és az európaiak találkozását, hogy ebből ugye az indiánok elég rosszul kerültek ki. Ugye nem biztos, hogy mi is nagyon jól kerülnénk ki abból, hogyha egy nálunk technikailag fejlettebb, szellemileg nem biztos, hogy fejlettebb az a faj, de hogyha már régóta építgeti a technikai civilizációt, akkor könnyen lehet, hogy sokkal fejlettebb technikailag. És olyan dolgoknak... Fejlettebb. Hát igen, mi ugye nehezen hagyjuk el még a kis bolygónkat is, és még nem is tudunk arról, hogy máshol van esetleg élet. Hát lehet, hogy vannak tényleg, akik sok ezer éve fejlesztik a technikai civilizációk, hogy már ide-oda ugrálnak a galaxisban, és akkor tényleg olyan űrhajóik vannak, amik számunkra meglepő dolgokat tudnak csinálni. Ugye ezt én sem tudom kizárni, tehát sőt, igazából az lenne a tudománytalan, ha azt mondanám, hogy hát ilyen nincsen. Mert ez ugyanúgy hit kérdése lenne, hogy én ezt nem hiszem, mert ugye bizonyítani nem tudom, tehát ezt nyilván én sem tudom kizárni, ez egy érdekes dolog lenne, ha így lenne. Szerintem alapjaiban megváltoztatná egyébként az emberi civilizációt, ha valójában tényleg felvennénk a kontaktot egy nálunk fejlettebb technikai civilizációval. Én mondom, én csak azt hiányolom, hogy tényleg teljesen konkrétan, akkor nem is tudom, szálljanak le, fogjanak kezet, akármit, tehát hogy valami is történjen, mert lehet, hogy itt vannak, de akkor nagyon hatékonyan bujkálnak, mert igazándiból tényleg csak azt lehet tudni, hogy van pár homályos felvétel, vagy valami golyó ott elrepül, ami egyébként érdekes, hogy az mit csinál ott, meg mi az, de én például egyáltalán nem arra gondolnék, hogy ez egy idegen űrhajó. Bár egyébként még az is lehet, mert az is lehet, hogy az idegen lények ilyen ekkorák, vagy picit nagyobbak, mint a hangya, és akkor az űrhajójuk meg akkora, mint egy teniszlabda. Tehát egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a mi méreteink azok a mérvadóak, ugye nem feltétlenül van így, sőt egyébként én beraktam egy ilyen
kis mappát néhány képről, hogy mondjuk ugye rovarok, tehát hogy, hogy nem feltétlenül, ugye az élet, ha máshol kialakul, akkor lehet, hogy teljesen más irányba fejlődik, teljesen más élőlény csoportok vannak. Ugye mi a sajátunkból indulunk ki, tehát az előbb volt az, hogy a dínók, most hogy ők hüllőke, vagy inkább a madárszerű lények, az más kérdés, de hogy ugye vannak ilyen elképzelések, hogy esetleg rovarok az intelligens lények. Nyilván ez is azon alapul, hogy a földi élet az elment egy ilyen irányba is. Tehát 600 millió évvel ezelőtt olyan elképesztő dolgok alakultak ki. Ugye pont a befagyott föld után ez az Ediakara fauna, ami kialakult, az ilyen elképesztő furcsaságokat hozott létre, olyan furcsa élő lényeket, amikről azt gondolnánk, hogy valami idegen életforma, hogyha most így látnánk. De hát ez is egy érdekes dolog például, hogy ugye, nem is tudom, volt itt több film is egyébként, ami mondjuk arról szólt, hogy intelligens rovarok, és akkor például ott lehet, hogy nem is egy példány, nem egy rovar az intelligens, hanem a boy. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy az egyetlen hangya az nem túl intelligens, vagy termesz, de nagyon komplex épületeket, vagy termeszvárakat tudnak úgy létrehozni, hogy nyilván egy hangya akármilyen sokáig csinál, nem tudná megcsinálni. Tehát ott ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk nekünk van egy agyunk, ami egy bizonyos szintű intelligenciát hordoz, és akkor mondjuk kisebb élőlények, ugye egymással kommunikálva, lehet, hogy egy hasonló intelligenciát létre tudnak hozni, mert mi agysejtjeink is kommunikálnak egymással, gyakorlatilag kémiai anyagok segítségével. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy hol van a határa annak, hogy én egy lény vagyok, és akkor én vagyok egy intelligens lény, vagy mondjuk egy intelligens lény úgy alakul ki, hogy sok kisebb lényből, akik önmagukban és nem túl intelligensek. De az idegrendszerük ugye kommunikál egymással. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy akkor elmegyünk abba az irányba, hogy az emberiségnek is van esetleg, vagy embercsoportoknak kollektív tudata. Tehát ez is egy érdekes kérdés, ami korántsem nyilvánvaló. Ezzel is foglalkoztam ilyen dolgokkal. Ebben mindegy, inkább nem is megyünk bele, de az a lényeg, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy feltétlenül egy lény intelligense, vagy mondjuk, mint a hangyáknál, hogy egy százezres vagy sok ezeres nagyságrendű csoport az, ami tulajdonképpen intelligens. Na mindegy, tehát ugye az a lényeg, hogy az intelligens élet az lehet, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan, milyen formában fog esetleg egyszer majd elénk kerülni. Tehát lehet, hogy ugye vannak ilyen filmek, a rovarok megtámadnak minket, és ott is nem egy rovar az intelligens, hanem a... De ez ugye, és ebben igazán látszik, hogy a science fiction az néha megmutatja az utat, hogy nem is feltétlenül ott kell keresni, ahova első ránézésre gondolnánk, hanem lehet, hogy teljesen más formában fog megjelenni. Mondtam, Men in Black-ben ugye volt az a rész, hogy a nem is tudom, szervén, hogy ilyen picike kis űrhajóval jött, és akkor úgy egy picike kis lény volt, aztán ugye jó, meg is nőtt, de hogy ezek a filmek egyébként sok ötletet is adnak, arra, hogy esetleg majd, ha egyszer tényleg találkozunk intelligens lénnyel, akkor az nem feltétlenül úgy fog kinézni, hogy mint a Csillagok háborúja, vagy pont akkora, mint egy ember, csak vannak csápjai, vagy nem tudom, hanem lehet, hogy teljesen más méretben is, vagy akár létszámban is teljesen más forma, mint az ember. Egyébként G. Harry Stein neve megvan nektek? Nem. Ő az amerikai rakéta modellező társaság alapító elnöke volt, aki 1957-ben egy időre még az amerikai titkos szolgálatoknak, vagy nemzetvédelmi szolgálatoknak is a figyelmét felkeltette, mert mi a franca, az legelső orosz műhold, mondjad már, a Sputnik föllövése előtt hónappal egy könyve arról G. Harry Steinnak, hogy szerint az oroszok hamarosan a föld körüli pályára állítanak egy mesterséges égitestet. A figurának volt egy
belelátása a jövőbe, és először azt hitték, hogy az oroszoktól tudta, tehát ki is hallgatták állítólag emiatt. Na, ő egy tudományos szakíró, és mellette nagy rakéta modellező is volt, 97-ben halt meg, és 73 októberében az Analog című science fiction magazinban, ami mindmáig létezik, publikált egy cikket, akkor címlap téma volt, A Program for Starflight, a csillagközi utazás programja. És ő a Analog magazinnak azt a, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, szekcióját töltötte meg egy nagyon érdekes írással, ami mindmáig fönn van az Analogban, ami ugye sci-fi magazin, novellák, filmismertetők, könyvrészletek, mindenféle viccek, vacak van benne, érdekes dolgok, és minden egyes számban van egy témának egy ilyen kvázi tudományos igényű földolgozás. És Jerry Stein 73-ban azt dolgozta föl, hogy hogyan válhat az emberiség interstelláris civilizációvá. Azaz, hogyan lehetne a csillagközi utazást megvalósítani. És nem a technika érdekőt, nem az érdekőt, hogy majd így robbantjuk az atomot, meg úgy robbantjuk, és akkor fényse, nem. Hanem projektmenedzseri szempontból, hogy hogyan lehet ezt elképzelni, hogy ez megvalósuljon. És volt néhány érdekes alaptézise, ez egy több évszázadon átívelő projekt. Akkor fogunk tudni kilépni a csillagközi térbe, hogyha már ez egy hosszú távú folyamat lesz. És azt mondta még egyszer 73. októberben, hogy akkor jelent meg a cikk, tehát 73 során írhatta ezt a cikket, én akkor egy éves voltam, valószínűleg már tudtam a bilin ülve kakilni, de még lehet, hogy pelenkába toltam az anyagokat. Szóval lényeg, hogy leírta azt is, hogy a csillagászoknak mi a legfontosabb feladata. Látom, vizuális típusok vagytok. Szóval a csillagászok legfontosabb feladata szerinte a legközelebbi csillagok földerítése. Miért? Azért mondja, mert hogy ha az emberiség kilép a csillagközi térbe, lesz hozzá technológia, nem érdekli, hogy hogyan, akkor mindenképpen először szondát küldünk valahova. És hova küldünk szondát? Bugyborékoló csillaghoz? Foltos csillaghoz? Nem, olyan csillaghoz, aminek bolygója van. És ő nem mondja, nem nevezi őket exobolygóknak, mert még akkor ez a szakkifejezés nem élt, de azt mondja 73. október, hogy ezeket a bolygókat a közeli csillagok körül fel kell deríteni, és akkor kijelölni, hogy na, ehhez a csillaghoz kell küldeni szondát. És még azt is leírja, hogy szerinte kettő módszer lesz, ami a bolygó kimutatását lehetővé teszi. Az egyik az, hogy a csillagot megrángatja, és lötyögni látszik a csillag az égen a többihez képest, a bolygójának a gravitációs hatásának a révén, vagy pedig a csillag időnként eltakarja a fényességét, és akkor elhalványodást okoz. És még azt is leírta, hogy szerint a csillagászok 20 éven belül megtalálják az első exobolygót. Nem így hívta, de ez volt a megnevezés. 73. október. Az első exobolygó 95. november, az 51 Pegazi. 22 év, 20 év helyett. Ez csillagászati mértékkel tökéletesen pontos előrejelzés. Itt szoktam viccesen azt mondani, lehet, hogy G. Harry Stein egy jövőből küldött ember volt, aki csöpögtette nekünk itt a valóságot az évek során, mert nagyon sokat formált a dolgon, és én egy-két exobolygós vezetőkutatónak az elmúlt 15 éve föltettem azt a kérdést. Ad egy, ismeri ezt a G. Harry Stein cikket az Analogban, általában nem szokták ismerni. Ad kettő, mit gondolnak, szerintük nem pont ezt a programot valósítjuk meg? És akkor elhümmögtek magukba az emberek, és akkor hát tulajdonképpen nyilván nem, mert mi 4-5 éves tudományos programokat valósítunk meg, de maga a tudomány fejlődése az elmúlt most már 95 óta 28-27 évben valójában azt csináljuk, amit G. Harry Stein leírt. Egy nagyon vizionárius alkat volt. Tehát még egyszer, sci-fi író, szakíró, szakcikeket is írt, ismerte a cikkeket, és szerette a rakétákat. Még egyszer, az amerikai rakéta építő társaság. Amerikai rakéta, nem tudom milyen, igen, társulatnak, ő volt az alapító elnöke, és aztán haláláig 97-ig ő vezette ezt a szervezetet. Tehát benne volt valami a rakéták irányában, ahogy bennetek is, és pont ezen gondolkodott, hogy hogyan tudnánk kilépni a csillagközi térbe. A miért, az szerintem elég egyértelmű, ezt is el szoktam itt mondani, és aztán mindjárt elhallgatok. Nyilvánvalóan a Földet meg kell őriznünk. A mai tudomány számára a legfontosabb probléma a Föld lakhatóként való megőrzése, nem a csillagközi térbe kiutazás. Nem ez a legfontosabb probléma. A társadalmi problémáinkat is meg kell oldani. Ott ne háborúzzunk már, ha csak lehet. Igen. De ha mindezeken túl vagyunk, akkor mégiscsak van egy olyan gondolatsor, hogy a Földnek
és beleérte akár az egész naprendszert is, van egy bizonyos mennyiségű erőforrása. Mi ezeket az erőforrásokat használjuk. Oké, visszaforgatjuk egy részét, hasznosítjuk, de valamilyen ütemben elhasználjuk a Föld vagy a naprendszer erőforrásait. Ha az össz erőforrásnak a mennyiségét elosztjuk ezzel a fogyasztási sebességgel, akkor egy idő mennyiségű paramétert kapunk, hogy nagyságrendileg mennyi idő alatt fogy el az összes erőforrás a naprendszerben. Lehet, hogy ez 100 000 év, lehet, hogy ez 1 000 000 év, ki tudja mennyi, de előbb-utóbb ott van, hogy véges. Tehát ha az emberi fajnak ez a minden túlélni vágyó hajtó ereje megmarad, és nem fog önmagába fordulva, önmagát kipusztítva eltűnni a kozmikus színpadról, akkor kényszerűek leszünk legelőször több bolygós civilizációvá válni, és aztán, amikor a naprendszert belaktuk, utána pedig több csillagos civilizációvá. Tehát ez egész egy nagyon érdekes távlati, évszázados távlatokkal is bíró gondolatmenetbe beilleszhet, ez az egész létezik-e élet a Földön, merre megy az űrkutatás, merre megy a csillagászat, merre megy az űrcsillagászat, mert mondom, vannak olyan gondolkodók, én őket nagy gondolkodóknak tekintem, még akkor is, ha csak sci-fi szakírók, akik szerintem egész jó jövőképet vázolnak föl itt elénk. Ha megengeditek, én egy kicsit magyarázkodnék, aztán utána adnék nektek egy záró gondolatot, és szerintem, ha gondoljátok, akkor mára szerintem zárjuk le ezt a nagyon érdekes témát. Engem itt közben a chatbe keresztre feszítenek páran, pontosan itt az ufózás miatt. Láttam, az ufózás miatt beszólogattak páran. Igen, igen. Nincs ez semmi baj. Én ezt egy picit szeretném kontextusba helyezni. Szerintem nagyon sokan vannak hétköznapi emberek, mint jó magam, de még többen vannak szerintem a tudományos területen olyan emberek, akik azért kezdtek el azzal foglalkozni, amivel elkezdtek foglalkozni, mert hogy sci-fi filmeken, könyveken nőttünk fel, inspirálva voltunk. Az ember egy felfedező faj. Szeretnénk minél többet tudni mindenről is. Na most én ebből kiindulva, én úgy érzem, hogy nekünk azért kötelességünk erről beszélni, mert az űrutazás is azon tevékenykedik kőkeményen, hogy olyan fajával váljunk, akik, ahogy te is elmondtad, képesek vagyunk interplanetáris fajáválni, meg tudunk élni különböző helyeken, és igenis felfedezni tudunk. És tehát hogy mondjam, hogyha egy picike kis esélye van annak, hogy ide látogat valaki, bárki, mint ahogy mi is egy szép nap lehet, el fogunk látogatni más civilizációkhoz, és nem biztos, hogy mi is úgy mennénk oda egy sokkal, tőlünk sokkal alacsonyabb szinten lévő civilizációhoz, hogy azonnal szevasztok, itt vagyunk, hello, itt vannak a technológiáink. Egyértelmű, hogy nem ezt tennénk. Amazonas területén vannak mai napig olyan emberi törzsek, akiket direkt nem zavarunk meg, mert nem akarjuk bezavarni az ő kis mikro ökoszisztémájukat. És ugyanez működhet visszafelé is. De legalább az minimálisan fontos, hogy tudományos szempontból foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ha van valami, akkor megvizsgáljuk. És tényleg ne az legyen, hogy itt sokan azt értek, hogy na most akkor most adtam fel itt veled szembe, Szabi. Azért, mert felmertem hozni egy olyan témát, amiről maga a NASA is egyre többet beszél, és dedikált delegációt szentel a kérdésnek. Tehát ezt nem én szeretném, hogy így legyen, ez történik. Attól függetlenül, hogy az emberek ezt szeretnék, vagy nem. És gondolom, hogy ez mindenkinek az a célja, hogy megismerjük az univerzumot. És hogyha ez is a része, akkor az bizonyosodjon be, hogy hülyeség, és egyértelmű, tehát a tudomány bizonyítékok alapján működik, gondolom én. Tehát mérünk, megfigyelünk. És ennyi. És én vállalom ezt, semmi gond nincs ezzel. Szerintem igenis beszélni kell, és igenis hallani kell nagyon sokféle véleményt. Pro és kontra is, mert a tudományos társadalom mindig is így fejlődött, mindig is így jutott előre, hogy különböző érveket, különböző ötleteket igenis a teszt alá tettek, és többször megvizsgálták, ugyanúgy neki kell állni ezeknek a dolgoknak. És én nem, nekem tök mindegy, hogy ez igaz-e vagy nem. Az a lényeg, hogy foglalkozzunk szerintem vele.
De tényleg, és akkor záró gondolatként, nem tudom, így általában a földön kívüli életről, hogyha gondoljátok, még egy kicsit beszéljünk, és akkor, tehát hogy mit vártok így a tudománytól is, milyen áttörést hozhat, vagy hogy reagálhatnánk arra, hogyha tényleg egyértelműen mondjuk be tudnám bizonyítani, hogy jött egy rádiójel, vagy felfedeztük igenis azt, hogy olyan biomarker van mondjuk egy olyan exobolygóban, ami alapján megmondhatjuk azt, hogy igenis tele kell, hogy legyen az univerzum élettel. Laci? Gábor? Igen? Hát kezdjem? Nem tudom. Gábor kezdte. Gábor. Jó. Egyébként ez egy érdekes dolog volt az amazonasi indiánok hasonlata. Egyébként pont ez, hogy én ugye a YouTube-on szoktam őket nézni, mert hogy ugye telefonjuk már neki is van, tehát hogy ez az érdekes, hogy lehet, hogy van még, nem tudom, egy kisebb társaság, akit nem zavartak meg, de igazság szerint ez az érdekes dologban, hogyha az ember rákeres a YouTube-on, tehát ott is ugye amazonos indiánoknak is vannak, ugye. Hát hogy mondjam, tehát a világ annyira nem is az jó szó rá, hogy beszűkült, de egyébként egy picit otthonossá is vált. Tehát, hogy egyébként pont erre is jó a YouTube, hogy fogod, és akkor így megnézed, hogy az indiánok fogják a pirányát, és így megsütik, mert ugye ők is vettek egy telefont, és akkor egy telefonnal felveszik, és akkor csináltak egy YouTube csatornát, és akkor éppen igen, ebből még lehet van egy kis bevételük is, és neki is ott van a pólóján, hogy nem tudom, Washington, vagy akár micsoda, vagy Lakers, tehát hogy így, lehet, hogy azt sem tudja, hogy micsoda, de hogy tehát igazából a Földön szerintem olyan nagyon elszigetelt embercsoport, mert nem nagyon van, és ez az érdekes dologban, hogyha belegondoltok, hogy az univerzumban is, hogyha létezik olyan, hogy nálunk jóval fejlettebb technikai civilizáció, ugye ez a Fermi paradoxon, hogy akkor most hol vannak? Tehát, hogy miért nem? És nem az, hogy esetleg tényleg lehet, hogy tényleg sikerül egyszer elkapni valami ilyen repülő objektumot, amiről most azt mondjuk, hogy UFO, illetve most már van egy új elnevezés, és kiderül, hogy tényleg egy űrszonda, és akkor nem emberi alkotás, hanem, és akkor egyből megvan a bizonyíték, hogy hoppá, tényleg van élet a Földön kívül, intelligens élet, és akkor küldtek ide egy űrszondát. Ez egy érdekes dolog lenne, hogyha ez megtörténne. Az is egy érdekes dolog lenne, hogyha tényleg valamelyik csillagrendszerből jönne egy olyan rádiójá, hogy egyértelmű lenne, hogy az egy intelligens élet küldte. Ugye ott volt a Kapcsolat című film, amivel hasonlóról szólt, mert engem picit összezavart, hogy aztán végül is akkor ki is küldte. Tehát, hogy mindegy. Picit olyan volt a vége, mint az Interstellárnak, hogy ez egy picit összezavart, hogy akkor most nem is tudom, így lelkek utaznak-e valahova, és akkor másik csillagrendszerből küldenek üzenetet. Mindegy, tehát, hogy ez egy érdekes dolog lenne. Igazság szerint ugye azért is, ugye, mondtam az előbb, hogy Fermi paradoxon, tehát egy igen híres tudós, ugye Enrico Fermi fogalmazta ezt meg, hogy akkor mi ez a paradoxon, hogyha feltételezzük, hogy az élet lehetséges máshol, és akkor kialakul az intelligens élet, és akkor kialakul az a technikai civilizáció, és nem pusztítja el önmagát. Ugye ez Fermitől azért érdekes, mert ő kifejezetten ugye közel volt bizonyos szempontból az amerikai atombomba programhoz. Tehát ő benne nyilván ott volt ez a kérdés, hogy nem pusztítja el önmagát akkor az a civilizáció, akkor hol vannak? És akkor ez egy picit ugye rémisztő belegondolni, hogy hát lehet, hogy mindenki elpusztítja magát. Tehát, hogy igazán pozitívum lenne az emberiség jövője szempontjából is, azt mondja, hogy na, találtunk egy űrszondát, nem tudjuk honnan jön, nem tudjuk megfejteni, de akkor ezek szerint nem vagyunk egyedül. Tehát akkor van remény, hogy mi se fogjuk gyakorlatilag magunkat felrobbantani a Földdel együtt, tehát egyébként igaza van Lacinak, hogy való igaz, hogy ez egy fontosabb feladat tulajdonképpen, mint maga az űrkutatás, és ilyen szempontból egész jó ötlet az, hogy azt a sok plutóniumot esetleg mondjuk űrkutatási célokra felhasználni, mert igen, hogy ne legyen belőle később, aztán abban senki nem fog jól kijönni, és szerencsére, mivel ezt valamennyire azért felismerték a politikusok is, valószínűleg ezért kerültük el eddig is az atomháborútnél, rájöttek, hogy ebből nem lehet jól kijönni. Tehát igazából aki dobja, az se jön ki jól belőle.
És jó, én itt szemtelen lennék, mert most itt említetted a Fermi paradoxon, szemtelen önpromóter lennék, ugye nekem van egy saját YouTube csatornám, a Kis László Csillagász YouTube csatorna, amit mindenkinek a kedves nézők közül a figyelmébe ajánlok. Link ott a Fermi leírásban, link a leírásban. Köszönöm szépen, ott a Fermi paradoxonról külön előadásom is van, szerintem már több is. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én inkább azt mondanám, hogy a jövőt megjósolni rendkívül veszélyes tevékenység. Nagyon rosszul öregednek a jóslatok. És gondoljatok ti is bele, most már mondom azt, hogy elég öregek vagyunk mi itt, akik beszélgetünk, hogy 25 évvel ezelőttre, ha visszagondoltok, vagy mondjuk akár csak 2000-re. Én az első mobiltelefonomat 2001-ben vettem. Azelőtt drótos telefon láttam. Tehát ha abba gondolok, hogy 2000-ben képes lettem volna-e megjósolni azt, hogy 2023-ban milyen technikák, technológiák, problémák, társadalmi gondok lesznek a világban, azt mondom, hogy nem. Semmi. És mi arról beszélgetünk, hogy mondjuk a tudomány most belefektet milliárdokat, mit a James Webb-be, a Square Kilometer Array-be, a Nautilus Array, bármibe, mi az majd 2050 környékén mit fog nekünk adni. Egyszerűen el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az élet, még szerintem 10 év múlva se. Bár ugye látszik azt, hogy a számítás technikában, minthogyha ha most már inkább a aksi élet tartam, meg a kijelző pixel szám fejlődne, ezért emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor 2 évente vettem új számítógépet, és 10-szer gyorsabb lett. Most már nem gyorsabb 10-szer az új számítógép, hanem inkább csak 2 óra helyett 8 órát, vagy 18 órát elmegy egy kérdéssel. Tehát ott, mintha lenne egy lassulás, de valójában nem tudjuk elképzelni. És a tudományban szerintem az a szép, hogy az igazán nagy felfedezések, ha úgy belegondolunk, akkor nem teljesen igaz, nem teljesen igaz, de azért nagyon sok nagy felfedezés teljesen váratlanul érkezett. A LIGO-nak a gravitációs hullám detektora, a detektálása 2015-ben az nem volt váratlan, az 20 éves fejlesztésnek volt az eredménye. Tehát vannak olyanok, amik tényleg évtizedeken keresztül a nyílt színen zajlik a fejlesztés, akkor a végén kijön, és akkor 2 évvel később kapnak érte egy Nobel-díjat. De én hiszem azt, vagy hiszek abban, hogy a nagyon sok felfedezés tökéletesen előrejelezhetetlen, és az élettel kapcsolatos dolog, a földön kívüliek, a van-e élet máshol, én itt sem számolok kiszámítható jövőre. Én azt gondolom, hogy nagy meglepetés fog minket érni. Az lenne a legjobb, hogyha holnap délután a Kossuth téren leszállnának, és magyarul megszólnának, békével érkeztünk hozzátok. Hát nem azt beszéltük, hogy angolul beszélnek? Nem, hogy azt mondom, hogy érkeznek a Kossuth térre, és magyarul kezdenek el beszélni, az egy fölforgatóbb dolog lenne. Szóval én ezt csak félig ironizálok igazából, tehát szerintem a meglepetés faktor lesz az, amit majd 20 év múlva, 2043. augusztus 7-én, amikor 70,997 éves leszek, majd beszéljünk újra. Abszolút. Uraim. Na, én szerintem ez egy... Jó, Gábor, le vagy némítva. Csak mi mondtál valamit, azt... Igen, azt mondtam, hogy akkor ezek szerint Lacinak nem sokára szülinapja lesz. Hónap. Hónap? Na. Hát akkor Isten éltessen. Itt az élő adásban. Igen, Isten. Picit még húzzuk az időt, akkor egyébként tegyük hozzá, hogy nekem is szülinapom. Bocsánat, nekem is szülinapom volt, és az előző adásunk az belecsúszott a szülinapomba nekem is. Mert éjfél után fejeztünk be. Picit még húzzuk az időt, akkor Lacinak is belecsúszunk a szülinapomba. Adhatom be, vagy szeltetem össze a sátorfámat, mert asszony kihajít. Uraim, nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő volt. Remélem, hogy nem bombáztam szét a dolgokkal a tudományos beszélgetést. Én nagyon élveztem, remélem, hogy a nézők is, és ti is nagyon élveztétek ezt a beszélgetést. Én nagyon szívesen benne vagyok más témákkal egyébként a jövőben. Laci, téged továbbra is várunk vissza itt ezen a csatornán. Szerintem a jövőben fogunk találni olyan témát esetleg, amiben esetleg meginvitálunk, aztán természetesen beszélgetünk a háttérbe is, hogyha úgy alakul, akkor folytatjuk. Gábornak nem mondok ilyet, mert Gábor már lassan kezd Space Junkie taggá válni. Olyan szinten
sűrűn ad elő nálunk, és tényleg nagyon érdekes témák, tényleg megtiszteltetés volt, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Még egy dolgot, nagyon szépen köszönjük a támogatásokat, jött egy pár Szurkos Imrétől, remélem nem utáltál meg teljes mértékben. Kettő felajánlás, mert láttam, hogy ő az, aki nem értett egyet a gondolatmenetemben. Miskó András csatornatagságot adományozott, és tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt velünk, vagy esetleg majd utólag hallgatjátok vissza. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, iratkozzatok fel a Laci csatornájára, nézzétek a Svábhegyi csillagvizsgáló élő adásait is, mert nagyon érdekes. Akit érdekel a csillagászat, mindenféleképpen kapcsolódjon rá ez erre a két csatornára. Mi is szoktuk nézni, nem annyit, mint szeretném, mert mi is azért nagyon elfoglaltak vagyunk, de azért a csillagászat az én szívemben is a mai napig egy az amatőr csillag. Ja igen, és ezt elfelejtettem mondani, hogy Laci, nagyon szépen köszönöm néha a megosztásokat ugye az adásokban, a nemzetközi űrállomás fotók, vagy volt úgy, hogy néha bebe ficcent egy-egy szép asztrofelvétel, nem adtam még fel teljesen, fogok ezzel még foglalkozni, és remélhetőleg lesz majd még mutogatni az amatőr közösség felé. Úgyhogy még egyszer nagyon... Mi köszönjük szépen a lehetőséget, hogy egy ilyen jó kis hallgatóság néző sereg előtt tudtunk beszélgetni, szerintem tök érdekes témákról. Megtisztelő volt, uraim. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Az ura, a kedves nézőknek is nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Holnap gyertek, mert heti Starship fejlemények, van mit összefoglalnunk, tegnap egy nagyon-nagyon érdekes és sikeres teszten esett át a Booster 9, végre tesztelték ezt az új vízelárasztásos rendszert Starbase telepen, aki nem látta egyébként, nézze vissza a releváns részt, mert fantasztikus és látványos, szerintem a világ először látott a Starbase-en ilyen módon egy statikus hajtóműtesztet, de mindenről holnap természetesen egy kicsit bővebben fogunk beszélni. Kellemes pihenést, jó belly flopot az ágyba, hajrá Team Space, hajrá Space Junkie. Sziasztok, jó éjszakát!